Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob wir das Mikrofon brauchen, glaube ich, ja. Gestatten Sie jetzt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Attila Puk, ich bin ein Historiker und ich arbeite auch für das Institute of Advanced Study Köseg. Und diese Synagoge, diese wunderbare Synagoge, ist jetzt verwaltet und die Programme in der Synagoge werden von unserem Institut organisiert. Gestatten Sie mir, dass ich ganz kurz, weil es gibt einige von Ihnen, die vielleicht unser Institut noch nicht kennen, einige Worte über die Zielsetzungen des Instituts sagen. Da möchte ich auch den Dank den Helfern der Vorbereitung und die Umsetzung dieser Veranstaltung zu danken. Also das Institut hat eine, man könnte sagen, eine längere Geschichte oder eine kürzere Geschichte. Also zuerst wurde das, die Idee schon etwa vor 30 Jahren von Professor Misliwes, der Direktor dieses Instituts, tauchte auf, dass diese Synagoge, das ein sehr, sehr schwieriges Schicksal hatte, zu rekonstruieren. Aber das, damals gab es nur eine Stiftung und diese Ideen wurden dann im Rahmen seit 2015 im Rahmen eines richtigen Instituts schon verwirklicht, das Institut for Advanced Study Köseg. Und das Hauptziel dieses Instituts, wir haben eine Website, wo Sie www.ajax.hq, wo Sie über die vielfältige Tätigkeit des Instituts sich informieren können. Aber wenn ich das mit einem Wort ausdrücken will, was das Institut vorhat, ist ein Projekt, das heißt Kraft, aber das ist eigenartig nicht auf Deutsch, sondern auf Ungarisch. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das kreative Stadt, nachhaltige Umgebung. Und die Idee ist, dass man die physische Infrastruktur einer Stadt, einer Siedlung parallel mit der intellektuellen, kulturellen Entwicklung dieser Siedlungen entwickeln muss. Und da kann man eine Lebensqualität erreichen, dass viele Leute attraktiv finden, in diesen kleineren Städten zu leben oder wenigstens die Vorteile dieser Kleinstädte zu genießen. Teil der Tätigkeit des Instituts ist dieses Ziel wissenschaftlich und auch künstlich. Wissenschaft und Kultur sind parallele Zielsetzungen des Instituts und Teil dieser wissenschaftlichen kulturellen Zielsetzungen ist unsere Teilnahme schon zum dritten Mal dieser Veranstaltungsreihe Jüdische Wochen, Jüdische Tage in Köseg und wir sind sehr dankbar den Unterstützern dieser Veranstaltungsreihe. Wir sind sehr dankbar dem Österreichischen Kulturforum, die jetzt von Boglárka Enns vertreten ist. Wir sind schon seit mehreren Jahren in Verbindung mit Herrn Christian Altengruber, der immer bereit ist, uns vielseitig zu helfen. Wir sind auch dankbar dem Holocaust-Dokumentationszentrum und Erinnerungszentrum in Budapest, auch unser Partner ist, und wir sind auch für die Unterstützung für die Stiftung Jüdisches Erbe in Ungarn. Ohne die finanzielle und inhaltliche Hilfe dieser Institutionen wären wir nicht in der Lage gewesen, diese Veranstaltung zu organisieren. Es ist, die Idee ist, dass nach meiner kurzen Einführung auf Deutsch, Edith Santo, meine Kollegin, die Leiterin dieser kleinen Forschungsgruppe zur Geschichte des Judentums hier ist, sie auf Ungarisch begrüßen wird. Und dann kommen wir zu den Vorträgen. Wir haben es so besprochen, dass mit Herrn Kollegen Sorger, der auf Deutsch sprechen wird, ich werde seinen Vortrag nicht wortwörtlich, das würde genauso viel oder vielleicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Vortrag, sondern ich werde kurz, ein Teil auf Teil, seinen Vortrag zusammenfassen. Ich glaube, das ist nötig.
Sie sind einverstanden, also das ist nicht unnötig, also für die, ich frage, csak a magyar résztvevőket kérdem, hogy akkor az szükséges, hogy akkor én a német előadást röviden összefoglalom magyarul, tehát ebben egyetértenek. Danach kommen die ungarischsprachigen Vorträge, und ich werde auch versuchen, die ungarischsprachigen Vorträge ganz kurz auch auf Deutsch zusammenzufassen. Wir haben es vor, also die Veranstaltung ungefähr bis 13 Uhr zu beenden, und dann wird Edith und ich selbst werden wir versuchen, eine Zusammenfassung zu geben. Ja, bitte Edith. Guten Abend, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött, hogy részt vegyen ezen a program. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma rászánta az idejét, pedig közeledik a tanév, és mindenki tele van ilyenkor izgalommal és munkával, de hogy részt vegyen ezen a programon. Szinte napra pontosan 3 éve, augusztus 28-án nyitotta meg a kapuit ez a nagyon szép kis épület, ez a kis ékszerdoboz, amelyik a II. Világháború óta romjaiban állt itt Kőszegen, gazdátlanul tulajdonképpen, még hogyha formálisan volt is tulajdonosa, és nem kis mértékben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének a Kraft programja keretében sikerült elérni végre, sok-sok próbálkozás után, ahogy felújították. Ez nagy izgalommal járt, nem csak a zsidó tudománnyal foglalkozók számára, hiszen Kőszegen hitközség nem alakult újjá, az a 9 visszatérő Szombathelyre járt hitéletet gyakorolni, de a kőszegi polgárok számára is, hiszen itt volt egy bezárt épület, amiből semmit nem tudtak, semmit nem láttak, azon kívül, hogy tudták a nevét, hogy zsinagóga, nem tudtak róla semmit. Ezért is az egyik fontos célkitűzése az intézetünknek, hogy a hasznosítása során minél több ismeretet nyújtsunk a zsidóságról, a zsidó vallásról, a zsidó kultúráról, a zsidó tudományokról. És erre jó alkalmat az, hogy legalább 3 évenként a zsinagóga napok keretében olyan programokat szervezünk, de évközben is többször, amelyik ezt a törekvést szolgálja. Ebben az évben ugye a 80. évfordulója van a holokausznak, és miután az a közösség, amelyiknek a hitélet igénye létrehozta ezt az épületet, megszűnt, tulajdonképpen elpusztították. A mi feladatunk az, legalábbis úgy gondoljuk, hogy megemlékezzünk az évfordulóról, és ennek keretében szerveztük meg az idei alkalmat. Tegnap egy nagyon jól sikerült beszélgetés, pódiumbeszélgetés volt 2 megjelent könyv kapcsán, de a fő programunk a mai konferencia, ahol nagyon köszönöm a résztvevőknek, hogy vállalták az előadást, és a fő célunk az, hogy most megnézzük, mit tudunk tenni, mit tudnak a pedagógusok, a tanárok tenni azért, hogy az emlékezet megőrizze azokat a közösségeket, aminek nyomai maradtak csak meg egy-egy épület, egy temető többnyire, és hogy a diákokhoz ezek az ismeretek eljussanak. A zsidó vallásnak egy nagyon fontos eleme, hogy a fiatalok tanulását elősegíti, támogatja, ezért estére egy tehetséges fiatal kis triót hívtunk meg, akik koncertet adnak, és hát holnap pedig a ma már látható, azoknak a számára, akik nem tudnak itt maradni holnapig, kis kiállítást Komoly Ottóról mutatjuk be, és Novák Attila történész előadását fogjuk meghallgatni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az összes programunkra a továbbiakban is. Én külön nem köszöntöm a résztvevőket, majd bemutatom az előadókat, de az osztrák partnereket igen, hiszen most már nagyon eredményes együttműködésünk van az Osztrák Kulturális Fórummal, ez talán a 3. együttműködő konferenciánk, és nem csak konferencián, kiállításunk is volt, amit hoztak, és a továbbiakban is remélem, hogy tudunk együttműködni. Ezt a földrajzi helyzetünknél fogva ez nagyon adja magát, meg a téma is, hiszen ez valamikor nem csak Magyarország és Vas megye része volt a határ másik oldala, hanem a zsidó közösség is egy kompakt közösséget alkotott itt a határ két oldalán.
A programunkat, ez évi programunkat a Felsőfokú Tanulmányok Intézete mellett, mint mondtam, az Osztrák Kulturális Fórum is támogatta, a Mazsök is támogatta, és a Holokauszt Dokumentációs Központtal is nagyon eredményes az együttműködésünk ebben az évben is. Ezek után gondolom, hogy most már elkezdhetjük a konferenciát, és nem tudom, hogy... Vielen Dank. Also gestatten Sie es mir, dass ich sitzen bleibe, damit ich dann auch schreiben kann im Laufe des Vortrages. Also ich habe die Ehre, Herrn Kollegen Dieter Solger vorzustellen. Er ist ein Historiker, aber er arbeitet in der Landesverwaltung von Burgenland an der Abteilung 7, Bildung, Kultur und Wissenschaft, und er ist der Leiter des Hauptreferats für Kultur und Wissenschaft. Und er beschäftigt sich mit diesen Problemen schon lange. Ich habe ein bisschen nachgegoogelt und zum Beispiel, ich habe ein Buch gefunden über mobiles Erinnern, mobile, wo er beigetragen hat. Es geht um Todesmärsche ungarisch-jüdischer Zwangsarbeiter vor. Und er hat also mehrere Publikationen auf diesem Gebiet. Und er spricht jetzt über den heutigen Gebrauch von ehemaliger Burgenländer Synagogen für Erziehungs- und Erinnerungszwecke. Bitte schön. Dankeschön. Zuallererst, ich möchte mich für die Einladung herzlich bedanken. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe mich den Referenten und Vortragenden aufgedrängt, weil als ich gehört habe, voriges Jahr im Frühling, dass es um das Thema gehen wird, habe ich meine Kollegin gebeten, mich ins Spiel zu bringen, weil ich glaube, dass wir über die Synagoge Kobersdorf und die Synagoge hier in Kösseck, dass wir gemeinsame Probleme haben, gemeinsame Zugänge. Und ich wollte nicht zu aufdringlich sein. Ich wollte mich für meine Aufdringlichkeit jetzt grundsätzlich entschuldigen. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Objekt. Es ist ein Schmuckkästchen. Ich kenne kein schöner saniertes Objekt, das restauriert worden ist. Es ist, die Substanz ist von Haus aus schon sehr schön, muss man sagen. Aber es ist wirklich eine sehr gelungene eine restauratorische Leistung, und diese auch noch mit einem Symposium zu beleben und Veranstaltungen ist, glaube ich, der richtige Weg, wie man diese Kultur wieder lebendig machen kann. Zu meinen Tätigkeitsfeldern zählt die Koordination der Synagoge von Kobersdorf von den Anfängen an. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einen Fokus natürlich auf Kobersdorf, weil das mache ich von Amts wegen. Erzähle ein bisschen was über jüdisches Erbe im Burgenland, streife es aber nur. Und zum Schluss möchte ich glaube, auf das momentan in Österreich und weltweit wichtigste Thema zurückkommen, wie wir versuchen, mit Holocaust Education umzugehen und wie wir versuchen, junge Menschen in die Synagogen zu bringen. Oder mit jüdischer Kultur konfrontieren und welche Maßnahmen wir uns vorstellen im Themenbereich Rechtsextremismus. So, jetzt muss ich das, geht das so? So, umdrehen, oh. Und dorthin, oder? Gut, also Sie sagen mir, wann Sie den Stopp machen wollen. Bitte so, damit ich... zur frühen Geschichte des burgenländischen Judentums. Ich glaube, das ist erläuternd vielleicht notwendig, weil ja diese Bestrebungen, also die jüdische Geschichte sich im Burgenland etwas anders entwickelt hat. Also das erste Zeugnis 300 nach Christus ist ein kleines Amulett. Zu diesem Zeitpunkt hat es aber wahrscheinlich keine jüdische Community noch gegeben im Burgenland, aber jemanden, der sehr viel Vertrauen in jüdische Heilkunst gehabt hat. Ich habe noch ein Bild davon hier. Die ersten schriftlichen Quellen stammen aus dem 10. Jahrhundert. Und die ersten Siedlungen im Burgenland, also gibt es tatsächlich schon ab dem 13. Jahrhundert, die nachgewiesen sind. Und die ersten urkundlichen Erwähnungen sind hier zitiert in Eisenstadt mit 1373, 1453 Mattersburg und mit 1496 in Lakenbach. Akkor csak az első rövid összefoglalás, csak bevezetőként említette, hogy már tavaly hallott erről a rendezvényről, és nagy örömmel ajánlkozott, hogy itt előadást tartson, és a
környék legsikeresebb újjáépítésének, rekonstrukciójának tartja, elég jól ismeri a környéket, ezt a zsinagógát, és az első része az előadásnak a burgenlandi zsidóság korai történetével foglalkozik. Itt vannak az első említések, első források, ami ebből az időből rendelkezésre áll, és ezt fogja összefoglalni. A végén pedig, majd az előadás második részében pedig a problémával foglalkozik, hogy a holokausztra emlékezés hogyan lehet, hogyan próbálják Ausztriában bevinni az oktatást. Das eben zitierte jüdische Amulett, das ist gefunden worden in Halbturn 2007 und es zeigt halt eine jüdische Beschwörungsformel aus dem Talmud, ich meine. Also das ist halt sehr alt. Gut, zur neuzeitlichen Geschichte des burgenländischen Judentums, also die Vertreibung in Wien. Es folgte die Ansiedlung im heutigen Burgenland und ab 1670 wurde in den sogenannten Sheva Kehilot, den heiligen jüdischen Gemeinden, die jüdischen Mitbürger sogar unter einem hohen Maß an Schutz gestellt. Und dass die Sheva Kehilot, die sieben Gemeinden, da waren die Grundherren, war die Familie Esterhazy, denen das burgenländische Judentum unendlich viel zu verdanken hat. Jüdische Zentren der Sheva Kehilot waren im Norden Kitzee, Frauenkirchen, Eisenstadt, Mattersburg, Kobersdorf, Lakenbach und Deutschkreuz. Und das zwischen Norden und Südburgenland, also Nord- und Mittelburgenland, gibt es dann quasi so im jüdischen Kommunikationskreis eine Grenze. Die südlichen Gemeinden standen unter der Protektion von Bat Yani und es waren vor allem die Gemeinden Rechnitz, Güssing, Stadt Schleining, das schreibt man übrigens mit A, aus der Gemeinde ist nachher Oberwart entstanden. Und beginnend mit dem 17. Jahrhundert entwickelt eine lebendige jüdisch-orthodoxe jüdische Kultur im Nord- und Mittelburgenland. Tehát az újkorra áttérve ugye az első fontos fordulópont a zsidók kiűzése Bécsből 1699-ben, és az ezt követő letelepedés Esterházy és Batthyány birtokokon, és van ez a híres hét község, ahol hát egy már a 17. században, a 18. században egy nagyon élénk kulturális és társadalmi élet zajlott ezeken a területeken. Elsősorban ortodox családoknak a munkásságaként. Also die eigentliche, also die größte Ausdehnung und die größte Population gab es im Burgenland um 1850. Damals gab es im Burgenland ca. 10.000 Personen, die jüdisch waren. Nach 1850 und mit den bürgerlichen Freiheiten bis 1867 begann dann die sukzessive Abwanderung. Das ist deshalb von Bedeutung, da die Synagoge Kobersdorf 1860 entstanden ist, also eigentlich und die ganze Finanzierung durch die jüdische Bevölkerung von Kobersdorf geplant war, zu einem Zeitpunkt, wo die jüdische Bevölkerung nicht mehr am Zenit war, sondern sogar schon am Heruntergehen war. Also vielleicht die jüdische Geschichte weiter erzählt, 1934 gab es ca. 3600 jüdische Burgenländer, das geht aus der letzten Volkszählung vor der NS-Zeit hervor. Und es folgt die Nazi-Zeit mit der Beraubung, Vertreibung und Ermordung der burgenländischen Juden. Circa von den knapp 3600 Juden sind circa ein Drittel in NS-Holocaust gestorben. Die ersten Orte der Vertreibung aus dem Burgenland waren so ab März, April, Mai, waren tatsächlich Wien, Ungarn und die Regionen, grenznahen Regionen Jugoslawien. Und die Vertreibungen waren wirklich auf brutalste Art und Weise. Über Nacht sind die Menschen auf Wegen verfrachtet worden und über die Grenze transportiert worden. Und da haben sich schauerliche Sachen ereignet. Und letztendlich, also nach dem Zeitpunkt, wo es eine koordinierte Auswanderung gegeben hat, also dieses kurze Zeitfenster, waren die beliebtesten Fluchtorte Tschechien, Palästina, USA, Großbritannien, Südamerika, Frankreich und Italien. 1850 körül volt a... Können Sie so vissza... Ez az. Tehát 1850 körül volt a legnagyobb a Burgenlandban
a zsidóság száma, kb. 10 000, és utána egy ilyen fokozatos csökkenés kezdődött, és említette, hogy érdekes módon pont akkor kezdődött a Kobertorfi zsinagógának az építése, amikor kezdett csökkenni a zsidóság létszáma. 1934-re kb. 3600 a létszám, és akkor jön a tragikus 1938-45 körüli időszak. Még az első időszakban Magyarországra, Jugoszláviára még tudtak menekülni, de végül aztán akik elmenekültek, tehát akik túlélték a holokausztot, elkerültek különböző módokon, hát ez nem a Csehország, Palesztinába, Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába, Dél-Amerikába, Franciaországba, Indiába. Tehát körülbelül, ha jól egy harmada nem élte túl a zsinagógán, a holokausztot. Und vielleicht ein Blick auf das jüdische Leben im Burgenland heute. Es sind nur sehr wenige Juden nach 1945 ins Burgenland zurückgekehrt. Man muss sagen, dass es keine offensive Einladungspolitik der Republik Österreich gegeben hat, auch nicht im Burgenland. Und heute leben im Burgenland ca. 20 Juden. Also es gibt eigentlich keine jüdische Gemeinde mehr und seit 1938 kein organisiertes jüdisches Leben. Das heißt, die jüdischen Friedhöfe, die es gibt keine Menschen, die Friedhöfe erhalten können. Es gibt auch keine Menschen, die damals 1945 vielleicht noch einigermaßen funktionsfähigen jüdischen Einrichtungen erhalten haben. Also das ist das Schicksal der jüdischen Community im Burgenland. Vielleicht nur als Beispiel, abgesehen von Wien gibt es in sehr, sehr wenig Städten und Gemeinden Österreichs noch viele Juden. In ganz Oberösterreich, das ist ein Bundesland mit 1,2 Millionen Einwohnern, sind es auch nur 80. Nagyon kevesen tértek vissza a holokauszt után Burgenlandba. Ma körülbelül 20 zsidó él Burgenlandban, tehát nincs meg az a kapacitás, hogy a temetőket rendbe tudnák tartani, tehát ezt az egész emlékezet ápolásra nincs meg a közösség, nem jöttek létre zsidó közösségek, ezért ez állami feladat, vagy tartományi feladat ezeket ellátni. 1938 óta nincs szervezett zsidó vallási közösség Burgenlandban. Und das jüdische Erbe heute im Burgenland, 1972 wurde der Verein Österreichisches Jüdisches Museum gegründet in Eisenstadt und gegenüber dem Landhaus, also unmittelbar in der Nähe von Schloss Esterhazy, befindet sich heute das Wertheimer Haus. Dort ist das jüdische Museum in Eisenstadt untergebracht. Es war das erste jüdische Museum in Österreich 1972, mittlerweile gibt es drei, also neben Hohenems gibt es auch noch in Wien ein jüdisches Museum, ein sehr großes. Und also in der Zeit von 72 bis 82 hat es den Verein gegeben und die Ausstellungen sind getourt. Und ab 1982 wurde das Haus bezogen und seither besteht dort ein Museumsbetrieb. Vielleicht jetzt noch. Egész Ausztriában az első zsidóságtörténeti múzeumot Eisenstadtban hozták létre. Pontosabban úgy, hogy 1972-ben kezdődtek a kiállítások, de egy állandó épületbe 1982-ben költöztek be. Ma ezen kívül még két hasonlítható intézmény van Ausztriában. Hier im Wertheimhaus, also benannt nach dem jüdischen Bankier Samson Wertheimer, gibt es auch die einzige noch intakt und noch liturgisch funktionsfähige Synagoge. Dort, aber nachdem man ja 10 erwachsene Männer für einen Gottesdienst braucht, ist das nur sehr selten der Fall gewesen in den letzten Jahren. Ein anderer Hotspot der damaligen Zeit war Schleining und in Schleining gibt es eine wunderbare mittelalterliche und Renaissance-Burg. Und dort gibt es ebenfalls die Synagoge. Die Synagoge wurde in den 80er Jahren komplett saniert, diente damals als Studienbibliothek für das Zentrum für Frieden und ist heute als Ausstellungsfläche und als Ausstellungsort in Funktion. Von Schleining war ein
hasonlítható, teljes körűen újjáépített zsinagóga. Különben az előző múzeumban is van egy zsinagóga, de hát mivel nincs megfelelő számú zsidó, aki ott élne, ezért nagyon gyakran, nagyon-nagyon ritkán szokták igénybe venni. Itt pedig ebben az épületben egy könyvtár volt, és ma elsősorban múzeumként működik, de teljes körűen újjáépítették akár csak a mi zsinagógánkat. Und wie vorher erwähnt, die letzten Relikte sind dann die 14 jüdischen Friedhöfe, die wir haben. Links im Bild sehen Sie den Waldfriedhof von Kobersdorf. Der ist ein irrsinnig idyllischer Ort, der so in einen Hang hineingelegt ist, wird belegt seit dem 16. Jahrhundert, späten 16. Jahrhundert, beginnenden 17. Jahrhundert. Und daneben sehen Sie den jüngeren Friedhof von Eisenstadt, also der ältere Friedhof von Eisenstadt dürfte der älteste noch bekannte jüdische Friedhof des Burgenlandes sein. Und hier die Belegung des jüngeren jüdischen Friedhofs von Eisenstadt begann ab 1820 circa. Zsidó temető található Burgenland területén, a baloldali az egy régebbi Kobersdorfi, a jobboldali pedig viszonylag újabb az Eisenstadti. Und was es bei uns in letzter Zeit gibt im Bereich der Erinnerungskultur, es gibt viele Denkmäler und Mahnmale über die jüdische Vergangenheit. Es sind sehr viele Gemeinden versuchen, die NS-Opfer und auch die jüdischen Opfer, genauso wie die Widerstandskämpfer, aber vor allem auch die jüdischen Opfer, namentlich zu erfassen. Und an zentralen Orten im Burgenland, in vielen Orten gibt es mittlerweile auch Denkmäler. Das ist ein Prozess, der seit 1945 läuft und wo am Anfang die Bevölkerung sehr skeptisch war an Holocaust und Krieg und auch Verantwortung und Schuld erinnert zu werden. Aber dieser Prozess läuft im Burgenland, wie wir meinen, momentan sehr, sehr gut. Számos Emlékmű és ilyen emlékeztető tábla található ma Burgenlandban. Az a próbálkozás, hogy lehetőség szerint név szerint konkrétan próbálják rekonstruálni az áldozatokat. Ez a folyamat már 1945-ben elkezdődött, de ez nem volt egy könnyű feladat, hiszen a felelősség kérdése az folyamatosan felmerült az ebben kapcsolatos vitákban, de előadónk úgy látja, hogy ez javul ez a helyzet, tehát egyre inkább nyitottak ezek a közösségek arra, hogy elhelyezzenek ilyen emlékműveket, vagy ilyen emlékeztető táblákat az áldozatok nevében. Sie sehen hier auf der linken Seite das Mahnmal, das in Lackenbach, in Kobersdorf, genau vor der Synagoge steht, also zwischen Synagoge und Schloss. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein Mahnmal, das am Hauptplatz von Mattersburg steht. Also Mattersburg war ein liturgisch für die jüdische, also für das jüdische religiöse Leben der wichtigste Ort im 18. Jahrhundert im Burgenland. Und die Synagoge Kobersdorf, das ist der heutige Zustand, ist das Projekt, über das ich Ihnen dann gern mehr erzählen würde. 1922 haben wir es wiedereröffnet. Vielleicht kurz eingebettet die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Kobersdorf. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus 1529. Es war ein Jude namens Gerstl, der von Ödenburg, Schopron, nach Kobersdorf, also vertrieben wurde und in Kobersdorf sich angesiedelt hat. Bereits ab dem 16. Jahrhundert gab es eine vollwertige jüdische Gemeinde mit einem Friedhof, einem ersten Bethaus, ein Schächter Rabbiner. 1697 gibt es erste statistische Aufzeichnungen und es gab damals 140 jüdische Einwohner. 1828 bereits 746 und 1934 waren es wieder nur mehr 172. Diesen vorher erwähnten kulturellen Höhepunkt und der Höhepunkt der Population gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ab Anfang Mai begann die Vertreibung. Az előbb a Kobersdorfi zsinagógának a 2022-es állapotát, tehát a rekonstrukció utáni állapotát lehetett látni, és itt egy rövid összefoglaló ennek a történetéről. Az első forrás
az 1529-ben származik, ami arra vonatkozik, hogy a soproni zsidókat hogyan üszték el, és hogyan telepettek le Kobezorban. A 16. század folyamán alakul ki egy teljes értékű zsidó közösség ezen a területen, tehát van temető, van zsinagóga, rabbi, tehát minden, ami a mindennapi vallási és társadalmi élethez szükséges. 1697-ből van adatunk, akkor 140 a zsidó lakók száma, 1828-ból van 746, és akkor 1934-re ez már csak 172. Ennek a közösségnek a életének a kulturális csúcspontja az 1850 körül van, utána viszont, ezt láttuk az előzőekben is, és fokozatosan csökken az itteni közösségnek a száma, és 1938 a következő állomás, amikor május elejéig Magyarországra és kényszer alatt költöztetnek onnan zsidókat Bécsbe. Und jetzt ein paar Impressionen aus dem jüdischen Leben in Kösseg. Also links sehen Sie das Siegel der jüdischen Gemeinde, in der Mitte die jüdische Volksschule, das Burgenland, für das Burgenland galt auch das ungarische Schulsystem, das heißt die konfessionellen es gibt das konfessionelle Schulrecht. Deshalb gab es in Kobersdorf wie in vielen Gemeinden des Burgenlands gleichzeitig eine katholische, eine evangelische und auch eine jüdische Volksschule. Das Bild stammt, glaube ich, um die 20er Jahre. Und ein wesentliches Merkmal von Kobersdorf war auch, dass es die Kobersdorfer Gemeindebürger hatten irgendwann einmal die Idee, man muss den Tourismus forcieren, und zur selben Zeit wurde eine Sauerquelle gefunden. Und aus dem ergab sich, und aus der Tatsache heraus, dass es eine gute jüdische Infrastruktur war, dass Kobersdorf zu einem Kurort mit einem Schwerpunkt auf jüdische Kurgäste gekommen ist. Also, und hier rechts sehen Sie eine Gruppe von jüdischen Kurgästen, die dann beim Schächter im koscheren Lokal gegessen haben. Ein jüdisches Kurorchester hat die musikalischen Darbietungen geboten, und man hat halt, und in jüdischen Häusern hat man untergebracht werden können. Kobezdorfi zsidó életről villant fel mozzanatokat, a középső képen az iskoláról szól, mert ugye az akkori rendelkezések értelmében vallási felekezet szerinti iskolákat hoztak létre, és volt ilyen zsidó iskola is. A érdekes a jobb felső kép, mert a környéken felfedeztek egy gyógyforrást, és akkor erre megpróbáltak egy ilyen, hát ma úgy mondanánk, hogy wellness turizmus felépíteni, tehát ennek a forrásnak az élvezetére odajövő turistákat egy teljes körű, a zsidó élethez szükséges teljes infrastruktúrával látták el. Tehát így gazdagodott a közösségnek az élete. Gut, vielleicht ein bisschen was zur Synagoge selber, also die Bezeichnung der Kobersdorfer Juden, also im Burgenland ist es üblich, dass jede Gemeinde einen Nickname hat, und in Kobersdorf der Nickname innerhalb der jüdischen Community war, die sind die Einseitigen. Ich glaube, die Lackenbacher waren die Frommen, und die Einseitigen deshalb, weil damals als die Esterhase die Siedlungserlaubnis gaben, durften sie nur auf der einen Seite gegenüber des Schlosses Kobersdorf ansiedeln. Und das ist der Ursprung der ursprünglichen jüdischen Gemeinde. Im Laufe der späteren Jahre, wir sehen ja 700 Personen, jüdische Personen gab es in Kobersdorf, zur Mitte des 18. Jahrhunderts ist das Siedlungsgebiet erweitert worden. Also deshalb der Spitzname die Einseitigen. Das erste Bethaus ist aus dem 17. Jahrhundert belegt, und 1857 gab es im zweiten Bethaus einen Brand, und die Nutzung als Synagoge wurde behördlich verboten von der Behörde in Ödenburg. Das heißt, 1857 bis 1871 wurde ein Neubau konzipiert und auch durchgeführt, 1861 eröffnet, aber es gab ein schreckliches Hochwasser in der Region um Kobersdorf, wo sehr viele Menschen zu Tode gekommen sind, und 1895 stand die Synagoge, die gerade mal
30 Jahre alt war, 1,5 Meter unter Wasser und war eigentlich damals bereits ein Sanierungsfall. Und unsere Architekten haben gesagt, das Wasser, das wir von 1894, diese Nässe aus den Mauern haben wir jetzt noch nicht draußen. Also es braucht wirklich über viele, viele, viele Jahrzehnte, bis man so ein Gebäude trocken bekommt. Most magának a zsinagógának az épületnek a történetéről. Amikor a Eszterháziak megadták a letelepedési engedélyt, akkor csak a kastélynak az egyik oldalára engedélyezték a letelepedést, és ezért egy ilyen becenév alakult ki, vagy, hogy az egy oldalúak, tehát akik csak az egyik oldalon, a kastélyhoz képest csak az egyik oldalon telepedhettek le, de ez aztán nem maradt úgy, hanem lassan terjeszkedett a közösség. Az első imaházról, a 17. századról van forrás, 1857-ben leégett, és már nem lehetett használni a régi zsinagógát, 1857 és 61 között építették újjá, de egy igazán nagy tragédia, mert az épület szempontjában nagy tragédia 1895-ben következett be, amikor egy nagy árvíz volt, és akkor megpróbálták szanálni az épületet, de ez egy olyan árvíz volt, hogy a mai napig érezhető a nedvesség. Tehát eltart egy ideig, amíg egy ilyen kiszárad. Das sind alte Ansichten, also links eines von den zwei Fotos, die aus dem Innenraum überhaupt noch überliefert worden sind. Links eine kolorierte Grafik. Und dieses Foto und ich glaube, dieses Foto haben dann bei der Rekonstruktion der Synagogeninhalte eine riesige Rolle gespielt, weil wir eine leere Synagoge gekauft haben und wir wussten nicht, wie die Färbelungen sind, die Farben wussten wir nicht, wir wussten kaum etwas über die Fenster und wir wussten auch nicht, wie die Luster ausgesehen haben. Und anhand dieses Fotos wurde versucht, die Fenster zu rekonstruieren, die Farben auf der Seite, die Färbelungen gemacht und die Rekonstruktion der Luster haben wir auch auf Grundlage dieses Vorbildes machen können. Vielleicht nur rekonstrukcióra került sor, akkor nem volt könnyű az eredeti állapotot megállapítani, és az előbb mutatott kép, ami 1930 körülről származik, az egy fontos forrás volt, bár nem egyáltalán jól láthatók rajta, de annak az alapján próbálták a zsinagóga belső képét, vagy jelentős módon használták fel ezt a képet 1930 körülről a rekonstrukció folyamán. Die Nestgeschichte der Kobersdorfer Synagoge war etwas anders als die der anderen Synagogen. Also sie kam 1938 natürlich in Besitz der NS-Gemeindeverwaltung und wurde als SA-Heim genutzt. Es kam zu den Verwüstungen, die Einrichtungsgegenstände wurden zerstört, die Bänke wurden vernichtet, die Fensterscheiben wurden zusammengeschlagen und einzelne Kultgegenstände wurden gestohlen, aber die Torahrollen konnten in Sicherheit gebracht werden und zwar ein Teil wurde tatsächlich nach Wien in den zweiten Bezirk in Sicherheit gebracht. Da weiß man nicht, was mit ihnen passiert ist. Und der letzte Teil der Torahrollen, es handelt sich um 13 Rollen, die wurden dann am jüdischen Friedhof im Rahmen eines Genießergrabes begraben. Dabei handelt es sich um einen Einzelfall. Also man weiß, es gibt einen Genießer aus den 1945er auf jüdischen Zentralfriedhof. So ein Genießer ist eigentlich eine, wie mir gesagt worden, von Judaisten eine Sensation. Und diese, vielleicht sensationell ist auch wie die Art und Weise dieser Bestattung, also eine Genießer ist ein Grab auf einem jüdischen Friedhof, wo rituelle Sachen bestattet werden. Und dort liegen eben die 13 Rollen und es gibt einen Grabstein, auf dem dieses Ereignis verzeichnet ist. Und das Interessante ist, das Zustandekommen ist so gewesen, damals noch in Amt befindlicher Rabbiner, es handelt sich um, wir reden vom 20. April, also Geburtstag des Führers, am 20. April schafft es der Rabbiner gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer von Kobersdorf die Erlaubnis für ein Ritual in der Synagoge zu erhalten, zu einem Zeitpunkt, wo die Vertreibung der burgenländischen Juden längst im Gang ist. Die Gemeindeverwaltung stimmt dem zu. Katholische Kobersdorfer und jüdische Kobersdorfer feiern rituell die
Bestattung der Genießer in der Synagoge. Es gibt eine Prozession zum Friedhof und dann werden die Genießerrollen rituell am Friedhof bestattet. Dann verliert sich das Wissen um den Ort bis vor 4 Jahren. Und vor 4 Jahren haben wir ein Foto entdeckt und konnten den Ort, nachdem wir eine physikalische Messung machen hat, komplett identifizieren. Und jetzt wissen wir, werden wahrscheinlich einen Grabstein, den ursprünglichen Grabstein dort wieder aufstellen. Nein, wir werden das Grab nicht öffnen, weil auf einem jüdischen Friedhof man nicht die Erlaubnis dazu braucht. Zudem ist es ist mit diesen Torahrollen, die ja geschändet waren, genau das geschehen, was geschehen hätte sollen. Also man würde auch keinen jüdischen Toten ausgraben. Also der Rabbiner gibt uns nicht die Erlaubnis und der Herr Landeshauptmann möchte unbedingt graben, also der Rabbiner gibt uns die Erlaubnis nicht. Wir haben auch keine Motivation dazu. Vielleicht die Geschichte im Burgenland bei den Synagogen war so, einzelne Synagogen sind gesprengt worden, beispielsweise in Lackenbach und in Deutschkreuz. Dieses Schicksal gab es für Kobersdorf nicht, weil Kobersdorf bereits im Besitz der Gemeinde war. Das heißt, die Gemeinde hat sie schon verwendet und vorgedessen hat sie auch verwerten wollen, sie wollte sie weiterverkaufen und das war der Grund, warum sie nicht gesprengt worden ist. Also nicht als Respekt gegenüber der jüdischen Glaubensgemeinschaft wurde sie nicht gesprengt, sondern weil man einfach Geld mit der Synagoge machen wollte. Nach dem Krieg kam die Synagoge wieder in den Besitz der IKG Wien und 1970 hat sie das an einen Verein verkauft und vor dem Verein hat dann das Land die Synagoge übernommen. A 1938-ban a nácik költöztek be ide, és az épületnek a kirablása az még tehát a 38. november 9-e előtt megtörtént, és egy ilyen nagyon sajátos és érdekes történet, hogy 38 áprilisában április 20-a körül, ami a Führernek a születésnapja volt, valahogy engedélyt kaptak a katolikus közösségnek az együttműködésével, hogy rituálisan a tóra tekercseket eltemessék. Tehát egy olyan temetést rendeztek, az egész rituálét végigvitték, ami egy hagyományos temetéshez szükséges. És ezt nagyjából most már 4 évvel ezelőtt tudják, hogy ez hol van, de rákérdeztem, és hát ez a tudatlanságomat mutatja, hogy rákérdeztem, hogy megpróbálták-e kiásni. Hát természetesen ezt nem lehet, hiszen a halottak ugyanolyan halottnak számítanak a tóratekercsek, mint hogyha ott emberekről lett volna szó. De nagyjából tudják, hogy ez hol van. Ez egy nagyon különleges esemény. És a 45 után ez a bécsi önkormány, az IKG az önkormányzat, ugye? Vagy a bécsi bécsi hitközség. Izraelsek. Tehát a hitközség lett a tulajdonos, az izrael hitközség lett a tulajdonos, és akkor ebből, tehát ez egy üzleti probléma lett, egy üzleti probléma lett ennek a sorsa, és viszont mivel hát nem volt, ha jól értettem, nem volt ennek egyértelműen gazdája, így az épületnek, a zsinagógának az állapota egyre inkább romlott. Das sind Bilder vor der Sanierung, die Vorderseite, der Misrachi-Teil und daneben ist der Opferstock. In den 80er Jahren wurde die nicht sanierte Synagoge so gelegentlich als Veranstaltungsstätte benutzt. Und hier sieht man eine Veranstaltung 1988 anlässlich 50 Jahre Reichspogromnacht. Und es gab auch der Verein, der die Synagoge betrieben hat, hat auch regelmäßig Lesungen mit Bruno Ganz gemacht. In der Regel waren sie immer im November. Nagy 1938-as pogromnak az 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékezésről láthatjuk itt a képeket. Und das Haus wurde 2019
Der bauliche Zustand war 2019 schon sehr, sehr schlecht. Das Land hat dann 2019 das Objekt gekauft. Von 2019 bis 2021 sehr viel sehr viel Geld in die Planung investiert. Und wir haben als erstes einmal ein Konzept gehabt, aus dem hervorgeht, wie wir die Synagoge bespielen wollen. Und danach haben wir erst diese Sanierung und Planung gemacht. Wir haben als Sanierungsziel haben wir uns eine sogenannte alterswertige Sanierung vorgenommen. Das heißt, so wie hier, der Versuch, alles das, was tatsächlich hier war, genau so zu rekonstruieren, wie es tatsächlich früher war. Und dazu, da waren die Fotos wieder sehr wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen konnten. Und immer dort haben wir Abschläge machen müssen, wenn es darum geht, die Funktion entsprechend modern zu nutzen. Also beim Boden zum Beispiel, da sind Lichtschalter, Strom und Lüftung sind Sachen, die wir eingebaut haben, damit wir wieder als Kulturzentrum arbeiten können. Und die feierliche Öffnung gab es 2022, ein bisschen nach Pessach 2022. Und seither betreibt das Land Burgenland die Synagoge als Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftszentrum mit einem Schwerpunkt auf jüdische Kultur und Geschichte. Sorsa a zsinagógák akkor fordult jobbra, amikor 2019-ben a burgenlandi tartományi kormányzat megvásárolta az épületet, és 2019 és 21 között egy teljes körű szanálásra került sor, de kicsit hasonlóan, mint nálunk, tehát arra törekedtek, és ebben az előbb látott fotók voltak nagy segítségükre, hogy lehetőség szerint mindent az eredeti formában hozzanak. De természetesen figyelembe véve azt is, hogy ahhoz, hogy ma hasznosítani lehessen a villanyvezetékek, tehát mindaz, ami a kövezet, tehát mindaz, ami a mindennapi élethez kell, az ugyanakkor modern legyen. És most egy ilyen kulturális továbbképzés tudományos központként működik az épület, amelynek a súlypontja, a mindhárom területen a tevékenység súlypontja a zsidó kultúra és történelem. Dann sieht man jetzt die ersten Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Und den Blick von der Empore in den Hauptraum und links das Objekt, das ist ein zusätzlicher Raum, den wir schaffen mussten. Dort sind die WC-Anlagen untergebracht, dort ist die Wärmepumpe untergebracht und dort sind die Garderoben für Künstler untergebracht. Vielleicht ein bisschen was zum Betriebskonzept der Synagoge. Also die betriebliche Verantwortung liegt beim Land Burgenland, bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben von Anfang an die Synagoge als kooperatives Projekt aufgebaut. Das heißt, alle Veranstaltungen, die wir machen, veranstalten wir mit Kooperationspartnern. Das heißt, die Kooperationspartner nutzen die Infrastruktur der Synagoge, wir nutzen die Kommunikationsmöglichkeiten der Kooperationspartner und die Kooperationspartner sind alle kostenlos in der Synagoge. Also wir verlangen kein Geld, wir wollen nur, dass wir gemeinsames Programm machen. Und mit wem machen wir gemeinsames Programm? Diese Partner sind die IKG Wien, die Burgenländische Forschungsgesellschaft, die Burgenländischen Volkshochschulen, die Gemeinde Kobersdorf, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, die Kulturbetriebe Burgenland, die machen bei uns den Musikprogramm, der Verein Refugius, der macht Kinoabende und Gedenkveranstaltungen, der Verein Misrachi und das Österreichische Jüdische Museum und ich muss noch den Verein Erinnern Kobersdorf hinzufügen. Also wir haben einen gemeinsamen Beirat, wir sitzen alle einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zusammen, machen ein gemeinsames Programm und jeder holt seine Vorschläge hervor. Und wir können auch Vorschläge von anderen integrieren. Voraussetzung ist nur, der Beirat genehmigt ist. Was haben wir? Wir haben Vorträge, Konzerte, Filmabende, Lesungen, Theaterveranstaltungen, Ausstellungen und einmal im Jahr ein internationales Symposium. Tekintés arról, hogy milyen koncepció alapján üzemeltetik a zsinagógát. Tehát a fizikai működtetés az a burgenlandi tartományi kormányzatnak a felelőssége, de az a koncepció, hogy minden egyes rendezvényt a felsorolt intézményekkel együtt tartanak,
amikor ezek az intézmények valamit akarnak rendezni a zsinagógába, ezért nem kérnek tőlük pénzt, viszont cserébe azt kérik, hogy a kommunikációs felületeiket használhassák. És egy évben általában egyszer van ezekkel az intézményekkel, amelyek ugye részben országosak, részben regionálisak, ezekkel az intézményekkel van egy egyeztető megbeszélés. És az előadások, koncertek, filmbemutatók, könyvekből felolvasások, színházi előadások, kiállításokat tart, és utal egy, és nemzetközi szimpóziumokat is tartanak 2022 után, és általában díjmentesen bocsátják ezt rendelkezésre mind a látogatóknak, mind az együttműködőknek, kivéve a koncerteknél, ahol belépő díjat kérnek. Vielleicht die Bilanz der letzten drei Jahre. Wir haben jährlich ca. 5000 Besucher in der Synagoge von Kobersdorf. Also in den letzten drei Jahren durften wir 15.000 Besucher bei uns begrüßen. Wir haben jährlich ca. 70 Veranstaltungstage. Also an 75 Tagen im Jahr findet etwas in der Synagoge statt. Und das sind nicht immer nur Konzerte, Veranstaltungen. Das sind manchmal auch sehr viele Führungen, die wir haben. Und die Führungen verbinden wir auch mit dem Besuch des Friedhofes. Wir haben 25 Schulklassen jedes Jahr circa mit Workshops und Führungen hier. Und jährlich haben wir circa 7 Konzerte jüdischer Musik, manchmal modern, manchmal auch traditionell. Und wir machen bei diesen, es gibt so in Österreich, ich glaube, das gibt es auch in Ungarn, so Aktionstage, wo halt Museen mitmachen. Also bei uns ist das da die lange Nacht der Die lange Nacht der Museen ist, müsste da eigentlich stehen, nicht Forschung, die findet im November statt. Der Tag der offenen Tür im Burgenland Museen, der findet am 26. Oktober statt. Und der Tag des Denkmals, das ist eine Initiative des Bundesdenkmals, da machen wir auch immer mit. Also wir sind auch so österreichweit in Plattformen präsent. Áttekintés az elmúlt három évnek a munkájáról. Körülbelül 5000 látogató van egy évben a zsinagógában, tehát három év alatt ez kb. 15000 fő. Körülbelül 75 napon van valamilyen rendezvény. Évente átlagosan 25 ilyen iskolai osztály vesz részt a zsinagóga megtekintésén, vagy ott tartott ilyen kis szemináriumokon. Kb. 7 koncert van zsidó zenével, és különböző ilyen országos akcióknak a helyi színhelye is, mint a, hát nálunk is van ez a nyitott tudományi szakája, meg zenei szakája, tehát ilyen típusú múzeumok éjszakája, tehát az ilyen típusú országos rendezvényeknek és regionálisan ez a zsinagóga ad helyet. Das sieht man jetzt auf der linken Seite, die Haydn Privathochschule. Also wir haben auch eine Kooperation mit der Josef Haydn Privathochschule. Die spielen zweimal im Jahr Konzerte. Und hier ist eine österreichweit bekannte Künstlerin. Das ist die Tochter von Arik Brauer, die Timna Brauer. Die hat ein Konzert gemacht voriges Jahr. Wir sind aber auch ein Ort für zeitgenössisches Theater. Also die Elfriede Jeninek ist eine berühmte österreichische Dramatikerin und wir haben das Theaterstück Würge in Grechnitz in einer Version zu einem Ein-Personen-Gestück aufführen dürfen in Kobersdorf. Und das Theaterstück Ein deutsches Leben, da geht es um die ehemalige Sekretärin vom Propagandaminister Goebbels, die nicht ganz reflektiert über ihr Leben erzählt in diesem Theaterstück. A zenei életben fontos partnerük a Josef Haydnról elnevezett magánfőiskola, és személy szerint Tina Brauer. A színházi előadások között pedig kiemelte a Rechnitzről szóló darabot, és ez a német élet, eznek a főszereplője Goebbelsnek a volt titkárnője, aki hát nem feltétlenül egy objektív képet ad, de egy érdekes képet ad
azokról a mindennapokról, amiben ő részt vett. Das sind Bilder von unserem internationalen Symposium. Wir arbeiten bei diesem Symposium mit der IKG Wien, mit dem Verein Mizrachi Wien zusammen. Und das ist ein Verein, der einen sehr guten Zugang zu Zeitzeugen hat. Und da schaffen wir es immer wieder, interessante Zeitzeugen. Sie sind natürlich jetzt schon sehr betagt, aber wir arbeiten auch mit Zeitzeugen der zweiten Generation. Aber wir haben auch hier authentische Gespräche mit jüdischen Verfolgten. Was wir auch sind, wir sind auch ein Ort der Begegnung und wir sind auch ein Ort, wo ehemalige emigrierte Juden und deren Nachfahren herkommen, und wir eröffnen natürlich auch für sie die Synagoge, die dann hier die Gelegenheit nutzen, um hier zu beten. Symposiumokat tartanak, ahol egy céljuk, hogy hát ugye egyre nehezebb még ilyeneket szemtanúkkal, egykorú eseményeknek a szemtanúival folytathassanak beszélgetéseket, és a második képen pedig a régióból emigrált, vagy talán nem csak a régióból emigrált zsidó személyiségekkel beszélgetnek tapasztalataikról. Jetzt sind ein paar Impressionen aus der Zeit 2019, wie wir übernommen haben, und dann die Eröffnung 2022. Das ist der Torah-Bereich, wie er vorher ausgeschaut hat und wie er heute nach der Sanierung ausgesehen hat. Das ist die Außenanlage. Und zum Abschluss noch, wir bieten an Führungen an jüdischen Friedhöfe in Kobersdorf. Das Bild stammt aus dem Jahr 2024 und das andere Bild stammt aus dem jüdischen Friedhof von Eisenstadt 1992. Das sind Bilder, die wir nicht mehr sehen wollen im Burgenland, und ich hoffe auch nirgends in der Welt. Die Realität hat uns da ein bisschen eingeholt. Wenn man durch Wien geht, sieht man auf jeder Häuserecke solche Graffitis wieder. Und das ist der Grund, warum wir die Synagoge mehr als bisher zu einem Lern- und Gedenkort gemacht haben. Und wir machen sehr viele Workshops mit Jugendlichen aus dem ganzen Burgenland. Az építésnek a mozzanataira utal, hogy hogyan nézett ki, amikor átvették 2019-ben, és hogyan nézett ki az újjáépítés után 2022-ben. Ez a baloldali kép egy szomorú emlék, amikor 1992-ben beszennyezték ezeket a temetőben van, egy sír, vagy egy temetői épület, tehát sírokat rongáltak meg. És a másik kép viszont egy ilyen temetői sétát, temetői megtehetett körbevezetést mutatott. Ez az Eisenstadti temetőben volt. Ezek sírok, egymás mellett lévő sírok, igen, amikor ilyen borzasztó feliratokat teljesztek el. Und jetzt zum Abschluss, wie sieht Holocaust Education im Burgenland aus, was machen wir? Also wir haben im Jüdischen Museum in Eisenstadt kulturhistorische Führung zum Thema Judentum, und da gibt es eben die Besuchsmöglichkeit der einzigen noch in Funktion befindlichen Synagoge, der Wertheimer Synagoge. Wir haben derzeit auf der Friedensburg Schleining eine Sonderausstellung. Die Sonderausstellung hat den Titel Dunkle Zeiten von Tätern und Gerechten. Und dort gibt es Führungen durch die Ausstellung und Workshops zum Thema Rechtsextremismus. Also es gibt einen Ausstellungsteil, die Ausstellung hat auch die Kulturabteilung gemacht. Es gibt einen Ausstellungsteil, wo man es geht um die NS-Zeit und um Täterperspektiven und und Gerechte, also Menschen, die Widerstand geleistet haben. Aber ein Drittel der Ausstellung widmet sich dem Themenfeld Rechtsextremismus und mit Symbolen des Rechtsextremismus und mit wie man damit umgeht und welche Meldestellen es gibt. Also es hat durchaus auch einen Bildungsanspruch, nicht nur einen historischen Anspruch. In Schleiningen, der Synagoge, wie erwähnt, gibt es eine Ausstellung zur jüdischen Kultur.
Wir betreiben das Projekt Erinnerungszeichen. In diesem Projekt sanieren wir alle 14 jüdischen Friedhöfe jährlich aufs Neue. Da arbeiten wir gemeinsam mit der IKG Wien. Und es gibt in diesem Projekt auch, wir setzen nicht nur Erinnerungszeichen am Friedhof, sondern auch in den Personen der Menschen. Wir laden Jugendliche ein, und die mit uns dann auf den Friedhof gehen und die eine Führung im jüdischen Museum machen. Wir haben in Kooperation mit dem Dokumentationshof des österreichischen Widerstandes ein Holocaust-Education-Programm in der Synagoge Kobersdorf eingerichtet. Im Herbst 2024 startet das, und da kommen, es gibt zwei Formate dort. Also man kommt zuerst in die Synagoge, bekommt eine Führung über jüdische Kultur, und dann kommt ein Experte vom Dokumentationsarchiv und erzählt über Antisemitismus und Rechtsextremismus workshopartig. Der Besuch des jüdischen Friedhofes ist ein Format, das wir haben. Und wir haben Filmabende zum Thema Zeitgeschichte. Und wenn es möglich ist, also unsere Synagoge ist ungefähr so konstituiert wie ihre, also es ist nicht immer möglich, eine Ausstellung an die Wand zu hängen, weil die Wände unter Denkmalschutz stehen. Aber wenn es geht, dann haben wir auch Ausstellungen. Und wir hatten vor kurzem eine Ausstellung mit dem Titel Für das Kind über die Kindertransporte von Milly Segal. Und bis vor zwei Monaten hatten wir eine Ausstellung über Ruth Meier. Das ist eine jüdische Wiener Jüdin, die nach, ich glaube, Schweden vertrieben worden ist und dort gestorben ist. Und damit wäre ich auch schon fertig. Ich komme noch Kóberzai Zsinagógán túlmenően a burgenlandi holokausztal kapcsolatos oktatási munkákról szól, tehát az Eisenstadti Múzeumban ilyen kultúrtörténeti vezetéseket tartanak, és ehhez kapcsolódik a Wertheimer Zsinagógának a megtekintése. A Schleiningban, ez egy érdekes, egy olyan kiállítás, amely a tettesek és az igazak perspektíváiból próbálja ezeket a sötét időket megvilágítani, és itt elsősorban az iskolák tanulóit viszik oda, és a szélső jobboldali extrémizmussal kapcsolatos workshopokat tartanak. Schleiningban a zsidó életre, a zsidó kultúrával kapcsolatos kiállítás, egy érdekes projekt az emlékezés jelei, tehát amikor olyan fiatalokat visznek körbe ezekben a temetőkben, és hangsúlyozottan próbálják felhívni a figyelmüket arra, hogy ez hogyan és miképp történt. Akkor vannak olyanok Kóberzorban, amikor egy bejárást követően vannak a szélsőjobboldali extrém mozgalmakról és antiszemitizmusról szemináriumok, ezt is más szervezettel együttműködésben ugyanezek a zsinagóga megtekintéshez is kapcsolódnak, és ugyanúgy, mint itt, nincs lehetőség arra, egyszerűen gyakorlati okokból, hogy mindig állandó kiállítások legyenek, hanem alkalmanként tartanak kiállításokat, ami vezetéssel együtt. Tehát így például a zsidó gyerekeknek a 38-39-ben az Angliába mentésével kapcsolatos kiállítás, vagy egy érdekes életút, ez a Ruth Meierről szóló. És azon kívül pedig tartanak ma készült, tehát friss filmeket mutatnak be, és hát gondolom azt követő beszélgetéseket, vitákat is, és ebben a végéhez ért az előadás. Vielen Dank. Es gibt Fold-down.
Köszönöm szépen, még annyit azért, ha lefordítanál a vendégünknek, hogy a jó pár évvel ezelőtt született egy közös kiadvány, a Refugius és a Szombathelyi Baráti Társaság közös kiadványa, az ideje van a kövek összegyűjtésének, és a számba veszi a burgenlandi emlékhelyeket, tehát olyan ma is még látható helyeket, hol kulturális, tehát nem tudom én, szülőházat, templomot, vagy éppen zsinagógát, vagy temetőt, és ezt az együttműködést folytatjuk most tulajdonképpen az osztrákokkal, remélem. Hát most én pontosan meg nem mondom, de legalább 10 éve jelent meg. Igen, és csak Edith arra Edith hat darauf hingewiesen, dass vor etwa 10 Jahren es gab schon eine Zusammenarbeit, also ungarisch-österreichische Zusammenarbeit über Erinnerungsorte, ich glaube Stapelsteine oder unter so einem Titel. Stoppelsteine, wo es kleinere und größere Erinnerungsplätze ging. Also und das war in einem Buch veröffentlicht und zusammengefasst. Und heute machen wir diese Kooperation weiter. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy moderátornak ennél könnyebb szerepe vagy feladata még nem volt, mint nekem ma, hiszen az előadók többsége tanítványom volt még a Szombathelyi Főiskolán történész hallgató korukban, és ez nagyon nagy büszkeség tulajdonképpen, hogy itt találkozhatunk, és hogy ilyen szép munkát végeznek azóta is. Tehát nézzék nekem el, hogyha elfogult vagyok itt az előadókkal, és mindjárt szólítom is az a következő előadónkat, aki talán az első magyar történelem szakos csoportba végzett annak idején, Garamvölgyi Györgyöt, a Zala megyei Bak iskola igazgatóját, aki nagyon fontosnak tartja a munkája során egyéb feladatai mellett, hogy az Zala megyei zsidó emlékeket gondozza, és hogy a tanítványait ebbe, de ezt meg fogjuk bevonja, ezt meg fogjuk most hallani tőle. Parancsolj, Gyuri. Edith hat darauf hingewiesen, dass als Moderator hat er eine außergewöhnlich leichte Aufgabe, weil also die meisten Redner heute waren ihre Studenten. Und sie haben dann Karriere auf diesem Gebiet gemacht. Und der erste Sprecher ist der Herr Kollege Garamvölgyi, der eine Schule in der Nähe leitet, Bak leitet. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek tanárnőnek. Nagy megtiszteltetés, és egy kicsit zavarba vagyok, mert ugyan magyar történelem szakon végeztem, de amiről én most szeretnék beszélni önöknek, az az érzelmi intelligencia fejlesztésbe, hogyan lehet a holokauszt oktatást bevinni egy olyan környezetbe, ami teljesen átlagos, sőt, hogyha egy kicsit finomíthatom ezt, akkor nehezebb sorsú gyerekek járnak ide ebbe az iskolába, mint egy átlagos városi iskolába, vagy pedig mondjuk egy átlagos vasmegyei iskolába. És hogyha megengednék, akkor egy kicsit bemutatnám néhány szóval ezt az iskolát. Bak Zalaegerszegtől délre 15 kilométerre van. Itt van ez a település, hát innen 70 kilométerre. Ez az épületünk, 132 tanulónk van, és ebből a tanulói létszámból egyre nagyobb a lovári cigányok aránya, amit azért hangsúlyoznék ki, mert Isten igazából ez a cigány közösség, ez Magyarországon már állam az államba az elmúlt 34 évben, egy teljesen önálló értékrenddel, ahol a formális oktatásnak az értéke az csökkenő, és gyakorlatilag minimálisnak mondható. Also der Kollege, Entschuldigung, dass ich
so sitze, aber so sonst kann ich da. Vielleicht werde ich auf die andere Seite sitzen und dann. Also der Kollege kommt von einem kleinen Dorf in Komitat Zala. Zala, also egy persze az előző képre menjünk vissza. Komitat. Igen, ez az. Da sehen Sie das auf der Mappe. Also Zalaegerszeg ist südlich von hier und ist in der Mitte, also die nächste Großstadt ist Zalaegerszeg, wie Sie das sehen. Und er ist der Leiter einer Grundschule, also Grundschule nach ungarischem Maßstäben, das bedeutet von der 1. bis zur 8. Klasse, eine relativ kleine Schule mit 132 Studenten. Und die Studenten kommen von diesem kleinen Dorf und von der Nachbarschaft, und es ist wichtig, er weist darauf hin, dass die Anzahl der Zigeunerstudenten ist etwa 20%, kommen von der Zigeuner-Lovari-Gemeinschaft. Und das Problem ist, dass diese Gemeinschaft die sozusagen die eigene Kultur, die eigenen Gesetze, die sich auch auf Erziehung beziehen, hat. Und mit diesem Problem muss die Schulleitung also irgendwie umkommen. Én 16 éve vagyok az intézménynek az igazgatója, és amilyen programmal én elkezdtem a munkát, az az, hogy hogyan lehet egy általános iskolába integratívan érzelmi intelligenciát fejleszteni, és én három dolgot hadd emeljek ki ebből a listából. A konfliktus kezelést, amit Marshall Rosenberg, amerikai pszichológus erőszakmentes kommunikáció nevű módszerével fejlesztünk, az agresszió és bullying kezelést, illetve a transformatív mediációt. És ugye tanárnőnek is ismerős, hiszen a leánya szintén mediátor. Also die Schule hat versucht, die, das Problem der Gewaltlosigkeit im Zentrum der Erziehung zu setzen mit emotionellen Faktoren. Und sie gebrauchen amerikanische Methoden über gewaltlose Kommunikation, transformative Mediation. Es gibt Mediatoren, die versuchen also diese Bullying-Instinkte, könnte man sagen, oder Aggressivität und unterschiedliche Krisen irgendwie zu lösen. Néhány szót szeretnék szólni az erőszakmentes kommunikációról, és utána rátérek az előadás témájára. Ez egy négy lépésből álló nyelvi forma, aminek a lényege az, hogy ne minősítsünk, hanem objektíven figyeljünk meg, azonosítsuk be a saját érzéseinket, szükségleteinket, és így fogalmazzunk meg kérést a partner felé. Majd, ha ezt megtettük, akkor megtippelhetjük a másik érzését és szükségletét. És ezt azért hangsúlyozom ki, hogy itt van az a pont, ahol azt gondolom, hogy a témához tudunk kapcsolódni, hogy egy 6-14 éves korosztályban hogyan lehet az empátiát felébreszteni azokkal a történésekkel szembe, amik időben tőlünk egyre inkább távolabb vannak, hogyan lehet belsővé tenni azokat az élményeket, érzéseket, amik ennek a korosztálynak a számára szinte felfoghatatlanok. Also es geht die Methode der gewaltlosen Kommunikation. Die Haupt
Hauptversuch, würde ich sagen, ist, anstatt von Bewertungen zu geben, anstatt die Kinder zu bewerten, sollen sie beobachtet werden und in der Erziehung auf die Gefühle, auf die Emotionen hinweisen und die irgendwelche Empathieverhältnis zwischen den Mediatoren, Studenten und den Lehrern zu erstellen. Und das würde, also laut der Ausarbeiter dieser Methode, zu einer Win-Win-Situation führen. Az Zalaegerszegi zsidó hitközséggel működünk együtt ebben a programban. Sajnos már nincs közöttünk Siklósi Vilmos elnök úr, akinek én nagyon sokat köszönhetek, de itt a körünkbe köszönhetjük feleségét, Juditot, és örülök, hogy ő előtte is beszéltek. Korábban mi más funkcióban dolgoztunk együtt Vilmossal, a temetők, zsidó temetők rekonstrukcióját együtt indítottuk el Zala megyébe, majd amikor én visszatértem az oktatásba, akkor adódott, hogy a hagyományos formában kezdjünk el megemlékezni a tragikus eseményekről, a zsidóságról, kiállítást szerveztünk, konferenciát szerveztünk. Vilmos nagyon sokat segített ebben a munkában. Es gab eine langfristige Zusammenarbeit mit den Leiter der jüdischen Gemeinschaft in Zalaegerszeg, der bereit war, mit Ausstellungen, Konferenzen und so weiter die Arbeit der Schule zu unterstützen. És így kialakult egy tevékenységrendszer, aminek én az utolsó három elemével szeretnék foglalkozni, de előtte néhány szót azért a történelemhez kapcsolódó tevékenységekhez. Történelem tanár kolléganőm Reiser Ferenc név vezetésével a gyerekek, amit lehetett, felkutatták a II. Világháború előtti zsidó közösség emlékeiről Bakon, levéltárba kutattak, és találtak egy nagyon-nagyon érdekes emléket. A faluból elhurcolt zsidó család, egyik zsidó családnak volt két leány gyermeke, és ez a két gyermek elrejtett egy-egy kendőt a házuknak a tetőgerendájába, és amikor a 60-as években ezt a házat felújították, a tető szerkezetét, akkor megtalálták ezeket a kendőket, és Zalaegerszegen az egyik ácsnak a leánya őrizte ezt, és a gyerekek rendelkezésére bocsájtotta. Tehát a történelem az ilyen módon is a gyerekeknek a közelségébe, a kézzel tapintható közelségébe került. Tehát megismerték a helyi zsidó közösség történetét, aminek az emléke az, hogy amellett az épület mellett az most már nem áll, ahol őket összegyűjtötték, és miért bevitték volna az zalaegerszegi gettóba. Ez a régi iskola épületre egy emléktábla került, ami az ő emléküket örökíti meg. Sie versuchen die Erinnerung mit Objekten auch zu gestalten. Also hat auf eine Geschichte hingewiesen, wo es geht zwei deportierte Frauen, die, bevor sie deportiert wurden, in ihrem Haus zwei Tücher versteckt haben. Und diese Tücher wurden im Laufe der Rekonstruktion, im Laufe der späteren Rekonstruktion gefunden. Und das kam in das Museum von Zalaegerszeg. Und das ist ein Objekt, womit man also sozusagen die Erinnerung handhabend zeigen kann.
Először engedjék meg, hogy egy kicsit az alsó tagozatról beszéljek. Köztünk van kolléganőm Béresné Simon Eszter tanítónő. Eszter, légy szíves, állja fel. Az ő fejlesztését szeretném bemutatni. Én Eszternek azt a feladatot adtam vezetőként, hogy alsó tagozatba gondolja végig az erőszakmentes kommunikáció eszközeivel, hogy lehetne a holokauszt tragédiáját közelhozni a gyerekekhez. Ez, én azt gondolom, hogy előzmény nélküli. Legalábbis én nem nagyon ismerek olyat, hogy 6-10 éves gyerekek valamilyen szinten elkezdenek foglalkozni ezzel a témával. Magyarországon is, ugye jelenleg a történelem 7. osztályában, tehát 13 éves gyerekek ismerkednek meg a történelmi eseményekkel. Jó, oké. Eszter a következő témákat javasolta, tehát innentől Eszter munkáját szeretném ismertetni. Következő témákat javasolta körbejárni az erőszakmentes kommunikáció módszerével. Kiszolgáltatottság, kirekesztés, megszégyenítés, megalázás, nincstelenség. Also die Kollegin, die das Lehrplan ausgearbeitet hat für Kinder von 6 bis 10, das ist ziemlich einmalig, weil sonst im allgemeinen Lehrplan kommen diese Probleme erst im Alter 13 auf. Und die Idee war, also gewisse Themen, die mit der Holocaust-Erinnerung im Zusammenhang sind, ins Gespräch zu bringen, Ausgeliefertheit, Ausgeschlossenheit, Verschämung, Unterworfenheit, Armut. Also diese Erfahrung, auf diese Erfahrungen hinweisen, über diese Themen zu sprechen. Eszter kiválasztotta az erőszakmentes kommunikáció érzési szükséglet listájából azokat a fogalmakat, amelyeket úgy érezte, hogy az órán különböző szituációkba erősíteni kell a gyerekeknek a megélést. Az érzéseknél itt vannak magány, kétségbeesettség, tanácstalanság, döbbenet, félelem, rémültség, a szükségleteknél a szabadság, tisztánlátás, béke, harmónia. És ezeknek a fogalmaknak a közelebb hozásához olyan történeteket használt, ami gyerekekről szólnak, és ezek az érzések és szükségletek merülnek bennük fel. Also die gewaltlose Kommunikation zu unterrichten, die Kollegin hat Geschichten über Kinder ausgearbeitet, wobei Gefühle und Gebrauche der Kinder ins Gespräch kommen. Also Gefühle, Emotionen, Einsamkeit, Verzweifeltheit, Wüte, Wut, Unsicherheit, Ratlosigkeit, Verschrockenheit, Angst, Angst, unterschiedliche negative Gefühle, Geschrockenheit, Gewaltlosigkeit und so weiter. Also diese Gefühle, die man im Alltagsleben erfahren kann. Und was die Kinder brauchen zur gewaltlosen Kommunikation, ist also Freiheit, Klarsicht, gehören irgendwo Sicherheit, Verbindungen, Frieden, Harmonie, Ruhe, Liebe, Rekonstruktion. Also die Gefühle was nötig ist, um gewaltlos kommunizieren zu können, zu verbinden. Und die sind Teile von Geschichten über Kinder. Nyilván az oktatás alapja az, hogy az események megismerése az egy külsődleges szempont,
de az érzések és szükségletek átélésén keresztül mindenki közelebb kerülhet azokhoz a történésekhez, amiket ezek az emberek 1944-ben Magyarországon átéltek. És ezzel párhuzamosan a zsidó kultúrát is bemutatta Eszter, mivel mi római katolikus vidék vagyunk, a reformátusokra jellemző ószövetségi ismeretek gyengébbek. Tehát egy kiváló hitoktatóval dolgoztunk, aki erőteljesebben foglalkozott az ószövetséggel. Eszter kultúrtörténetileg a zsidó származású magyar híres embereket hozta közelebb a gyerekekhez, és bármilyen furcsán hangzik, amikor a gyerekek zsidó emberekkel találkozhattak, ugye ez egy homogén közösség, ráadásul zárt falusi közösség, nagyon fontos élmény volt, hogy ezek az emberek is ugyanolyan emberek, mint mi. Az a Die Idee ist, dass man Informationen schwer zu teilen kann, aber es gibt einen leichteren Weg zu Emotionen. Und wenn man nicht Informationen über Gewalt und den Holocaust gibt, sondern versucht, solche Gefühle zu erwecken, da kann man irgendwie diese Problematik nähern. Und Sie haben Kontakte zu der katholischen Gemeinde, auch in dem Dorf und im Komitat. Und da sind die allgemeinen Kenntnisse über das Alte Testament begrenzt, aber sie versuchen auch durch die Geschichten des Alten Testaments auch diese Emotionen anzurühren. Und die jüdische Gemeinschaft ist eine sehr geschlossene Gemeinschaft dort, und mit Kontakten zu der jüdischen Gemeinschaft versuchen sie ein Bild von diesen Leuten zu checken, dass sie genauso solche Leute sind wie wir, aber sie folgen einer anderen Glaube. Also das alles geht durch Emotionen. Und es gibt auch was konkret, sie weisen auf bekannte Persönlichkeiten, die vielleicht schon auch einigen Kindern bekannt sind, die ungarische jüdische Abstammung sind. És amikor ez a két dolog összejött, akkor Eszter ezt a két ismeretet összehozta egy rendhagyó órában, és én ebből hoztam óravázlatot magyar nyelven, tehát aki úgy érzi, hogy inspirálódhat ebből, vagy érdekli, akkor nagyon-nagyon szívesen itt az asztalon itt hagynám. Amit én itt kihangsúlyoznék, hogy mivel érzéseket és szükségleteket tanítunk, ezért az üldöztetésről beszélünk, a menekülésről beszélünk, a gyermeksorsokról beszélünk, de én azt gondolom, hogy hitelesek maradunk, hogyha nem beszélünk ennek a korosztálynak a haláltáborokról. Tehát nem eltagadjuk, hanem egy más megközelítésbe az életkornak megfelelően dolgozzuk fel a kérdéseket. Also, es wird nicht über die Todeslager gesprochen, sondern in allgemeinen wird über die Vertreibungen, über Verfolgungen gesprochen im Allgemeinen und auch in diesem Zusammenhang auch im Allgemeinen über Kinderschicksale. Und da können die Ideen des Rassismus, Antisemitismus eingebracht werden, ohne direkte Hinweise auf Todeslager, weil das würde den
den Ansprüchen oder den Auffassung der Kinder in diesem Alter nicht entsprechen. Szeretném bemutatni egy olyan projektet, amit én fejlesztettem. A Philip Zimbardo időperspektíva című munkájába találkoztam dr. Edith Eger nevével, akit Zimbardo kedvenc pszichológusának nevezett, és utána néztem, és semmilyen könyve nem jelent meg akkor még dr. Edith Egernek Magyarországon. És amikor azt hiszem, hogy 17-ben talán, 17-ben Amerikában, vagy 18-ban Magyarországon megjelent, akkor nyilván egyből nagy örömmel fogadtuk, és hát szinte mindenki az ismeretségi körömben úgy olvasta végig, hogy lesetette ezt a könyvet, és én nagyon beleszerettem nem csak a Edith Eger könyvébe, hanem rögtön megláttam a lehetőséget, hogy a saját metódusunkban hogyan lehetne ezzel a művel valamit kezdeni, hogyan lehetne a gyerekekhez közel hozni, és én erre építettem egy hosszabb munkafolyamatot 8-as gyerekekkel, és az érdekesség kedvéért, hogy a Vilmossal beszélgettünk, elnök úrral sokat erről a kérdésről, aki azt mondta, hogy Gyuri, megpróbálhatod, de ez nem egy holokauszt regény, és vigyázzál, hogy nehogy félremenjél a kérdésekben, nagyon pontosan fogalmazd meg, hogy mit szeretnél elérni a gyerekekkel. Tehát újdonság volt, szerintem nekem nagyon sok érzelmemben volt az egészben, de szerencsém is volt, mert volt mögöttem egy szakmai kontroll, hogy mik azok az arányok, amiket tartani szeretnék. És ez a projekt, ez 4 részből állt. A gyerekekhez az On the Spot epizóddal hoztam közel Edith Egert, ami az szinte a regénnyel egy időben forgatódott le, és 3 regény részletet választottam ki. Az első az a kezdetek meg a kassai gettóba való lét, a második az auschwitzi lét, amikor ugye Mengelének táncol, ugye egy balett táncosról van szó. És a harmadik rész, ahova hívtunk vendégeket, az már az, amikor Edith Eger 40 évesen pszichológus hallgatóként szembenéz azzal, hogy mi történt vele. Na most ugye itt a penge él a történetben, hogy de miért hozom én ezt be a gyerekeknek? És én Vilmosnak elmondtam, hogy azért, mert nekik is van nagyon-nagyon sok minden az életükben, és lesz is, amivel nem tudnak szembenézni. És azt gondolom, hogy innentől ez nem egy történelmi kérdés, csak hanem egy belső erőforrás is a gyermekeknek. Also da geht es schon Kinder, die 14 Jahre alt sind, in der 8. Klasse, und unser Redner hat eine Methode ausgearbeitet auf dem Grund des Buches von Edith Eger, Die Entscheidung, wenn ich mich gut erinnere, habe ich dieses Buch gelesen, und es ist eine Psychologin, die sich also schon als Erwachsene reflektiert auf ihre Kindheit und wie sie dann eine Psychologin geworden ist. Und er hat Episoden aus diesem Buch gewählt,
wobei es wieder mal nicht um den Todeslager ging, sondern dass wenn man schon erwachsen ist und kann sich an eine Vergangenheit erinnern, wo er nichts verstanden hat, was sie erlebt hat, aber hat davon nichts verstanden. Genauso die Kinder wurden darauf gebeten, darauf zu denken, dass in ihrem Leben gibt es auch Situationen, die sie nicht verstehen können, aber dann darauf reflektieren können. Also sie müssen sich selbst untersuchen nach einer gewissen Zeit. Und das ist schon im Alter von 14 möglich. Két feladatlapot szeretnék megmutatni ebből a munkából. Az egyik a regényben nagyon hangsúlyosak azok az úgynevezett erőt adó mondatok, így nevezi Edith Eger őket, amiknek a felidézése segítette őket napról napra a túlélésben. Mi az Eszterrel együtt dolgozhattunk Kádár Anna Máriával, és Marosvásárhelyen dolgozhattunk az ő tanítóképző hallgatóival. Anna hozta be a pszichológiába Zimbardo kapcsán azt, hogy mennyire fontosak azok, hogy legyenek ilyen áldó mondataink az életben, és ennek a tanítására nagyszerű volt a regény. Ezek visszatérő mondatok. És a gyerekekbe is igyekeztem ezt tudatosítani. Ez a soha nem felejtem el a szemedet, soha nem felejtem el a kezeidet, ez az első szerelme, ugye, akit utoljára a gettóba látott, vagy Kassai gettóba. Csak arra emlékezz, senki nem veti el tőled azt, amit a fejedbe raksz. Tudás fontossága, az édesanyja mondta neki. És az önmaga erősítése, ha ma életben maradok, holnap szabad leszek. Von dem Buch wurden sogenannte kraftgebende Sätze hervorgehoben, womit die Leute dort überleben konnten. Also Sätze war also eine Erinnerung an die erste Liebe, ich werde deine Augen, deine Hände nie vergessen, oder erinnere dich, niemand kann das von dir wegnehmen, was du in deinen Kopf gesteckt hast, und wenn ich heute überlebe, werde ich morgen frei. Das ist ein Hinweis darauf, dass man von gewissen Gedanken unterstützt ist, kann man die Überlebenschancen erhöhen. És ez egy erőszakmentes, kommunikációs, négy lépéses mondat. Tehát itt már ugye a gyerekek másként gondolkoznak. Ez a két feladatlap, illetve egy óravázlat is található erről a 13. fejezetről itt ebbe a csomagba, egy kicsit más tördeléssel itt a PowerPoint miatt. Nem írtam fel ezt a négy lépést, hogy a megfigyelés, érzés, szükséglet, kérés. Bocsánat. Mindjárt kivetítem, és akkor... Csak azt, hogy ki beszél, mert kinek a nevében mondom a megfigyelést, az érzést, a szükségletet, a kérést, és valamelyik szituációban ugye két embert is írtam. Ez tipikus erőszakmentes kommunikációs gyakorlat. De a szituációkat a 13. fejezetből direkt úgy emeltem ki, hogy segíti azt, hogy mi a helyzet egy emberrel, mielőtt szembenéz, és miután szembenéz a saját történésével. Hogyan lehet ezt túlélni, hogyan merítek erőt ahhoz, hogy olyan dolgot, amit én szégyellek, fel tudjak dolgozni.
És hogyha az utóbbi idők pszichoterápiáját nézem, akkor a sématerápia a korai gyermeki élmények feldolgozatlanságának az utólagos korrekciójára épít, és meggyőződésem, hogy ezekkel a lépésekkel, ezen a történeten keresztül a gyerekeknek olyan megküzdési stratégiát tudok adni, amivel ők a későbbi életükben nem az alkoholba, nem a kirekesztésbe és nem a problémák negligálásába menekülnek el. Also vom Buch wurden solche Situationen hervorgehoben, wo die Persönlichkeiten an ihre frühere Erfahrungen reflektieren. Und die heutige Psychologie hat sehr betont die Wichtigkeit der Erfahrungen im frühen Kinderalter. Und wenn man irgendwie in schwierigen Situationen des tatsächlichen Lebens Probleme bewältigen muss, wenn die Reflexionsmöglichkeiten gegeben sind, werden und sie erinnern sich an solche Situationen wie in diesem Buch, werden sie nicht in Alkoholismus oder in Drogs fliehen, sondern versuchen an ihre frühere Erfahrungen zu reflektieren. Und diese Situationen wurden von dem Buch hervorgehoben. Aber der allgemeine Zweck ist, auch in diesem Alter gewaltlose Kommunikation. Also es ist sehr häufig, dass Aggressivität kommt von ungelösten internen Problemen, wenn man mit sich selbst nicht irgendwie im Frieden ist. És lezárásként, hát, hogy egy kicsit a vizualitás is kerüljön előtérbe, és tényleg az inspiráció kedvére, ez a rajztanárunk Vörös Ágnesnek a témába vágó munkája, amit a gyerekekkel együtt készített el. Ő még a 90-es években jutott el a Yad Vashem intézetbe, és ott a gyermekekre emlékező láng volt az, amit őt ihlette erre, ami ugye a szürke figurák perspektívikusan a halálba indulók, és a színes figurák pedig, akik tovább viszik az életet. És ezt csak azért hozom ide, mert miközben a gyerekek dolgoznak ilyeneken, ez 10-től 14 éves korosztály foglalkozott ezzel, úgy óvatatlanul is egy másfajta befogadása történik az eseményeknek, egy ilyen meditatívabb részvétellel hoznak létre egy olyan kompozíciót, ahol azt mondják, hogy lehettem volna fekete-fehér, és lehettem volna színes is. Und zuletzt, um die Möglichkeiten dieser gewaltlosen Kommunikation in Zeichnen lernen. Also wenn die Kinder gebeten sind, solche Bilder zu produzieren, wo es gibt graue und schwarze Personen, die
in den Tod marschieren, und es gibt farbige Persönlichkeiten, die dann Überlebenschancen haben. Im Laufe der Arbeit können die Kinder nachdenken, wäre ich ein Grauer oder ein Schwarzer oder ein Farbiger gewesen. Und das ist für das Alter 10 bis 14. És egy záró gondolat, amit szeretnénk elérni a holokauszt emlékezetének az oktatásával, a történelmi ismereteken túl, az, hogy jöjjenek rá a gyerekek, hogy nincsen ti és mi csak mi vagyunk. Ja, und endgültig was ein grundsätzlicher Ziel ist, dass unsere kleinen und größeren Gesellschaften sollten nicht aufgeteilt werden, ihr und wir, sondern wir gehören alle zusammen. Igen. A 10 évvel ezelőtt történt egy purimi ünnepségen, én vagyok az a Siklosi Judit, aki meg a férje Gyurival nagyon, nagyon szoros kapcsolatban volt, és nagyon, nagyon sokat tettek az zsidóságért közösen ott Zalába, és óriási köszönet volt az, hogy egy purimi ünnepségen egy 7-es, 8-os osztály feldolgozta az Eszter könyvét, és eljöttek a közösségi házba, bemutatták nekünk, hogy ők keresztény gyerekekként hogyan élik meg azt a úgymond üldöztetés, és aztán végül a felszabadulási lehetőséget, hogy ez egy óriási dolog, és nagyon nagy köszönet és hála. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, de hogy is. Leiters der Salagerszeger jüdischen Gemeinschaft, und sie hat auf ein Ereignis hingewiesen, wo es zu einem Purim-Fest, so ungefähr vor 10 Jahren, die katholischen Kinder wurden eingeladen, die Esther-Geschichte darzustellen. Und das wäre ohne solche Persönlichkeiten wie Herr Garambel gekommen möglich gewesen, und das wäre eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinschaft, der Schule und der katholischen Gemeinschaft. Ein schönes Beispiel. Köszönjük szépen az igazgató úr előadását. Egy mondat jutott nekem eszembe, nem akarom húzni az időt, hogy tegnap megérkezett a 22 éves unokám, és ránéztem, és az jutott eszembe, hogy az anyukám mennyi idős volt, mikor Auschwitzba volt. Ha már visszaért mindenki, aki a folytatásra kíváncsi, folytatnánk a programunkat. Semmi gond. 3-ra várlak. Vigyetek belőle benneteket. És mindenki mást is, aki érdeklődik, 3 órakor találkozunk még itt a zsinagógába, ahol megismerkednénk egy kicsit részletesebben a zsinagógával és a környező emlékhelyekkel, a kőszegi zsidóság emlékhelyeivel. Ez körülbelül 1 órás program, 4:30-5-kor végzünk, és 6 órától pedig a koncert, ahol élvezhetjük a zsinagógának a csodálatos akusztikáját majd. No, akkor a következő előadónkat sok szeretettel köszöntöm. Most ő is Ausztriát képviseli, és a Wiesenthal Intézetet, a Bécsi Wiesenthal Intézetet, de magyarul fog előadást tartani nagy megkönnyebbülésünkre. Hát őt nem tanítottam, de diákkora óta ismerem a Kingát. Akkor készült a Zsidó Budapest, ugye, a Komoróczi tanszékén, és a professzor úr és az akkori hallgatói nagyon aktívan részt vettek benne. Köszöntelek, Kinga, és kérem, hogy tartsd meg az előadásodat. Ez a tiszta.
Köszönöm szépen a felkérést. Az én eldösem egy kicsit kakukktojás, mert nem fogok zsinagógákról beszélni, viszont egy igen, emlékeiekről fogok, illetve ennek is egy speciális változat, a virtuális emlékeiről fogok, egy online, a Vizentáni Intézetnek egy online projektjéről, aminek vannak persze aztán fizikai megnyilvánulásai is, úgyhogy remélem gondolkodtató lesz. Lehet-e még zsidó terekről beszélni, ahogy Diana Pinto javasolta az 1990-es években? Itt majd az eredeti idézet van, és én ezt magyarul fogom elmondani. Létrejöttek-e az elmúlt három évtizedben olyan városi és vidéki helyek, melyek megfelelnek annak a fogalmi keretnek, ahogy azt Pinto és sokan mások annak idején értették? Ezt írta 96-ban Pinto. Most egy új kulturális és társadalmi jelenség van alakulóban. A zsidó tér megteremtése minden olyan európai nemzeten belül, melynek jelentős zsidó történelme is van. Ennek a zsidó térnek két aspektusa van. Az első a holokausznak a 20. századi történelembe, illetve egyes országok nemzeti történelem felfogásába történő fokozatos integrációja. A második pedig a pozitív judaizmus újjáéledése. Ruth Ellen Gruber a zsidó tér szituatívabb és kritikusabb értelmezését javasolta a virtuális zsidóság kifejezés bevezetésével 2001-ben. Ő ezt mondta. A zsidó jelenségnek ezt az univerzalizálódását és a zsidó jelenségnek a mainstream európai tudatba való integrálódását, a zsidó terep és a zsidó millió kialakulását, a maga sokféle tudatos és tudattalan megnyilvánulásaiban a zsidó tér egyfajta kitöltésének gondolom, mely magába foglalja egy virtuális zsidóság és egy virtuális zsidó világ létrehozását a nem zsidók, virtuális zsidók által. Egyetérthetünk Joachim Schlörrel abban, hogy az elmúlt évtizedekben a zsidó és nem zsidó terek viszonya a városi kontextusban egyfajta hasznos platformként jelent meg. Olyan szintérként, ahol a különböző történelmi korszakokra és földrajzi helyszínekre vonatkozó elképzelések és megközelítések megvitathatóak a mai napig. Ezek az új tendenciák Európa szerte megfigyelhetők. A történelmi helyszínek, stetl, gettó, zsidó negyedek és városrészek, temetők és sok más hely fizikai és szimbolikus de, illetve rekonstrukcióinak százai és ezrei látogathatók ma Európában. Kelet-Európában virágzik az úgynevezett kóser turizmus, az ortodox haszid zsidóknak az örökség turizmusa. A vidéki Magyarországon is például a zarándoklatok közé tartozik a haszid csodarabik sírhelyének felkeresése évente. Míg az ukrajnai háború se akadályozta meg a haszid zarándokokat abban, hogy 2022-ben Rosh Hashanára összegyűjjenek Ukrajnában. Eközben a koncentrációs táborok, deportálások és mészárlások helyszínei sok esetben a fizikai térhez kötődő emlékezet helyszínei, Gedenkstetten és múzeumok lettek, és a legtöbb valamilyen módon bevonódott az emlékezet kultúrába. A holokauszt emlékezete különböző elképzelések találkozási pontjai, ezzel viszont a következő kérdések merülnek fel. A holokauszt emlékhelyek vajon részei egy klasszikus városnézésnek, és ha igen, hogyan? Milyen mértékben kell egy városnézésnek, vagy akár egy zsidó múzeumnak a holokauszt témáját az aktuális programjába foglalnia? A hivatalos szervezetek mellett számos alulról szerveződő aktivista és utazási iroda szenteli magát egy-egy város egykori zsidó közösségei örökségének védelmének és népszerűsítésének. A zsidó örökség újjáélesztésének esztétikai és művészeti stratégiai azonban gyakran reflektálatlanok, és manapság a muzealizáció és a virtuális hamisítás szélsőséges gyakorlatával is szembesülhetünk, gondoljunk például ezekre a hologram túlélőkre, akiket bizonyos múzeumokban így odavetítenek, és kérdéseket lehet nekik feltenni, akik a mesterséges intelligencia segítségével válaszolnak. Ugyanakkor a vasfüggöny leomlása óta megélénkült érdeklődés világszerte új kérdéseket vetett fel a zsidó múzeumi, örökségvédelmi és turisztikai szakemberek számára. Hogyan lehet bemutatni a múltat, ki a célközönség, és mennyire kell bevonni őket az ideiglenes tárlatvezetésbe és kiállításba? És végül hogyan lehet ezeket az emléktúrákat és kiállításokat felhasználni a kortárs politikai viták és kihívások tükrözésére? A 2000-es évek digitális fordulata alapvetően megváltoztatta a zsidó örökségi tájképet is.
interaktív térképek, mobil alkalmazások, háromdimenziós virtuális tanúságtételek, erre utaltam, online tantervek, stb. Ezrei segítenek eligazodni, vagy éppen elkavarodni az európai zsidó történelem virtuális és materiális emlékei között. 10 évvel ezelőtt a Bécsi Wiesenthal Holokauszt Kutatóintézet kifejlesztett egy weboldalt, mely az archív anyagok térinformatikai vizualizációján alapul. Ez a weboldal lehetővé tette az 1944-45-ös bécsi magyar zsidó kényszermunka történetével kapcsolatos virtuális és fizikai emléktúrák online bemutatását. Iskolák, helyi közösség és kutatók egy évtizede használják ezt a honlapot. Itt az ideje elgondolkodni azon, hogy egy ilyen weboldal hogyan járulhat hozzá a zsidó virtuális örökséghez. Ez különösen érdekes azon helyszínek esetében, melyek a bécsi turizmus általános monzereihez tartoznak, a Prátertől Schönbrunnon át a Wienerwaldig. Ezek mind olyan helyszínek, amik a mai Bécsbe látogató turistáknak nyilvánvalóan valamilyen, ezeket nyilvánvalóan felkeresik, ugyanakkor magyar zsidó munkaszolgálatosok is dolgoztak ezeken a helyeken 44-45 során. A Városi Holokauszt emlékezete Bécsben alapvetően két emlékhely köré koncentrálódik. A legnevezetesebb emlékhely 2021-ig a Judenplacon álló holokauszt emlékmű volt, a Rachel Whitehead által létrehozott úgynevezett névtelen könyvtár, ez látható a alsó képen. Az emlékművet többek között Simon Wiesenthal kezdeményezte és 2000-ben készült el. Az emlékmű lépcsőjén éjjel-nappal turisták pihennek, és kicsit bizarr módon ez a hely, a maga az emlékmű, miután az első kerületben van, az első kerület étterem színájának is részévé vált, hiszen az emlékmű előtti téren legalább 5 étterem vagy söröző található, amik nyáron ugye kiteszik a padjaikat és a minden asztalaikat, és akkor ez így köztük van egy ilyen. Érdekes módon a Gunther Demnig által 96-ban kezdeményezett európai stolpersteini mozgalom még nem jelent meg Bécsben. A bécsi járdákon is láthatók ezek a kiskövek, vagy emlékkövek, de ezek nem Demnignek az alkotásai. Ezt nem sikerült még egészen pontosan feltárnom, de valamiért összeveszett. Tehát Bécsben ő nem akart ilyet. Ezzel szemben öt szervezet ezt kezdeményezte Bécsben, hogy ott is legyen, és ők csinálnak ugyanilyeneket, de az nem a Demnigé. A legújabb nemzeti holokauszt emlékmű Bécsben, vagy Ausztriában, a 2021-ben a bécsi Osztarici Parkban az Osztrák Nemzeti Bank előtt felállított Soa névfal, ez van a felső képen. Ez az új emlékmű a holokauszt során meggyilkolt 65 ezer ausztriai zsidó nevét tartalmazza. A helyszín nem történelmi, legalábbis nem kapcsolódik szorosan az osztrák zsidó üldözéshez. Az emlékhely szövege a holokauszt áldozatainak leszármazottait és a többi látogatót külön emlékező közösségként határozza meg, amivel se nem teremti meg, se nem segíti a kettő közötti párbeszédet. És akkor most idézném, ami a emlékmű leírásában szerepel. A meggyilkoltak leszármazottai és más a Soát túlélő családtagok számára lehetővé kell tenni, hogy zavartalanul megkereshessék hozzátartozóik nevét, kezükkel megérintessék a betűket, elmondhassanak egy imát, meggyújthassanak egy emlékgyertyát. Mondják ezt a meggyilkolt leszármazottaival kapcsolatban. Majd az emlékhelynek minden osztrák számára egy olyan csendes helyet kell nyújtania, ahol emlékezhetnek zsidó polgártársaik sorsára és tiszteleghetnek életük előtt. Ennyit a ti és a mi kapcsolatáról. Olyan helynek is kell lennie, ahol felteszik maguknak a kérdést, hogyan volt lehetséges, hogy az osztrákok oly nagy számban vettek részt a zsidó gyermekek, nők és férfiak üldözésében és tömeges meggyilkolásában. A hely turisztikai jellegét illetően az emlékhely honlapja kijelenti, hogy alapvető fontosságú volt, hogy a Soa névfal emlékhely Bécs városán belül egy olyan jelentős helyen épüljön, ahol a látogatók széles köre számára könnyen megközelíthető, ugyanakkor a helyszínnek nyugodt környezetet kell nyújtania, ahogyan az egy kegyeleti helyhez illik. Az Osztarici park ennek teljes mértékben megfelel, közel van a Ringstrasséhoz, 20 percre van gyalog az operától. Az emlékmű tehát egyértelműen a Ringstrassé és legelegánsabb bevásárló utcája és az opera látogatóit célozza meg. Így Bécs egyik legnagyobb turisztikai látványossága. Kérdéses azonban, hogy a helyieket is meg tudja szólítani. Az utóbbi években aztán népszerűvé váltak a tematikus történelmi séták és a történelem vizualizálása Bécsben is.
Így a városban egyre láthatóbbá válik a holokauszt emlékezete is. Számos olyan iskolai és kerületi programról tudunk, melyek a helyi történelmen keresztül mutatják be a holokausztot és más 20. századi traumát. A német topográfiai történetírói hagyományt követve 2015-ben Topografi der Shoah címmel egy kötet is megjelent Bécsről. A kötet a várostörténetírás hermeneutikáját alkalmazva teszi láthatóvá a 38 és 45 közötti zsidóüldözés helyszíneit és a megsemmisült zsidó Bécs helyszíneit. A szokásos útikönyvekkel ellentétben, melyek a pompát és a dicsőséget hangsúlyozzák, a Topografi der Shoah a várost a múltja által beszennyezett helyként mutatja be. Végül, de nem utolsó sorban, néhány évvel ezelőtt az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Központja, tehát a DÖV is kifejlesztett egy online alkalmazást, Memento Vienna névem. Ez az online eszköz laptopokra és mobiltelefonokra alkalmazható, és a náci rezsim bécsi áldozatairól nyújt információkat. Az alkalmazás a város térképének segítségével láthatóvá teszi a meggyilkoltak utolsó ismert címét, és ehhez köthetően archív dokumentumokat és fényképeket közöl a városban élő emberekről és épületekről. A felhasználóknak lehetőségük van interakcióba lépni környezetük történelmével, és többet megtudni az üldözöttek sorsáról. És akkor most jöjjön a MITÁT, a Bécsi Wiesenthal Intézetnek a projektje. június végén és július elején több mint 15 000 zsidót deportáltak a Bécs mellett és Strasshofban 4 magyarországi gettóból. Ott, Strasshofban valóságos rabszolgapiac nyílt, hogy kielégítsék az osztrák vállalkozók igényeit, akiknek sürgősen szükségük volt munkaerőre gyáraikban és gazdaságaikban. Ugye a háború utolsó évéről beszélünk, az osztrák férfiak nagy része a fronton volt. Különböző pozíciókban. A deportált családoknak, főként anyáknak, gyerekeknek és nagyszülőknek Bécsben és Alsó-Ausztriában kellett dolgozniuk a gazdaságokban, a kereskedelemben és különösen a hadiiparban, kényszermunkásként. A kényszermunkások munka és életkörülményei nagyon eltérőek voltak attól függően, hogy melyik táborba voltak elhelyezve, milyen iparágban kellett dolgozniuk és hogyan viselkedett a helyi katonai közigazgatás a táborokban és a különböző munkahelyeken. A holokauszt e fejezete a II. Világháború utolsó évében történt. A náci rabszolga munkának ezt az igen különleges epizódját Bécsi paradoxonnak neveztük el. Amikor ilyen királyi többesben beszélek, akkor igazából ezt Kovács Évával együtt csináljuk ezt a projektet, illetve vele írunk erről egy könyvet, úgyhogy ez ezt akarja. Ez azért Bécsi paradoxon, mert egy. A bécsi magyar zsidó rabszolgamunka egyfajta decentralizált koncentrációként értelmezhető, ami a legkülönbözőbb életkörülményeket és túlélési lehetőségeket eredményezte. Az tehát, hogy több mint 150 olyan táborban, munkatáborban és lakótáborban éltek kisebb csoportokban a deportált zsidók, Bécsben és környékén szana szét, és ahogy említettem, nagyon sokban függött attól, hogy milyen volt a sorsuk, hogy ki volt a táborparancsnok például, illetve milyen típusú munkát végeztek. Kettő. A magyar zsidók akkor érkeztek Bécsbe, amikor a bécsi zsidókat, akik 38 előtt az egyik legnagyobb európai zsidó közösséget alkották, már deportálták a városból. Ennek ellenére 44-ben még kb. 6000 zsidó, főként Mislinge élt a városban, tehát vegyes házasságból származó, illetve vegyes házasságban élő zsidók. Voltak közös helyek, ahol találkoztak ez a 6000 helyi bécsi zsidó, illetve a deportált magyar zsidók. Ilyen volt a zsidókórház, a gyerekkórház és egy öreg otthon, egy zsidó öreg otthon Bécsben. Ezek találkozási pontként szolgáltak a két csoport között. Három. Az eseményeket, melyeket megpróbáltunk rekonstruálni, a II. Világháború utolsó évben történtek, amikor egyre világosabbá vált, hogy a náci Németország elveszíti a háborút. Ez jelentősen befolyásolta a bécsi lakosság magyar zsidókkal szembeni hozzáállását és magatartását. Sokkal nyitottabbak és segítőkészebbek voltak, mint amikor a bécsi zsidókat deportálták, és ez nagyon-nagyon szépen látszik, ha a visszaemlékezéseket, a túlélők visszaemlékezését összehasonlítjuk. A bécsi zsidók számára az ő kiüzetésük és a bécsi lakosságnak a viselkedése ebben az mindig igen erős negatív színben jelenik meg, míg a magyar zsidóknak az a tapasztalata, hogy legalábbis a visszaemlékezéseik tükrében, hogy segítőkész volt a helyi lakosság, élelmiszert juttatott hozzá el nekik egy-egy napra esetleg még vendégül is, vagy hát bújtatta őket, de nem igazán bújtatta, mert sosem maradtak ott, hanem mindig visszamentek végül a táborba, ahol ugye a családtagjaik éltek, de minden esetre az a tapasztalat, hogy segítőkészek voltak.
És az egyik visszaemlékezésben a visszaemlékező ezt meg is fogalmazza, hogy ő beszélgetett azzal az illetővel, akihez ő rendszeresen járt, mert vart neki, amiért ő élelemmel látta el, tehát a lakótáborból, ahol neki lennie kellett, onnan esténként ő kijárt, vart egy hölgynél, amiért élelmet kapott, majd éjszakára visszament a táborba, és másnap elment abba a gyárba dolgozni, ahol neki kellett, csak onnan aztán nem a munkatáborba vagy a lakótáborba ment vissza, hanem újra ehhez az illetőhöz. És ez a hölgy azt mondta neki, hogy mikor egyszer megkérdezte, tulajdonképpen miért segítő neki ilyen napi szinten folyamatosan, azt válaszolta, hogy mert a fia a keleti fronton van, és nagyon reméli, hogy valaki neki is úgy segít, mint ő most neki. És a negyedik ok, amiért ezt bécsi paradoxonnak vagy bécsi specialitásnak hívjuk. A magyar zsidó kényszermunkások 44-45-ben nyilvánvalóan a városkép részei voltak. Sárga csillagot viseltek, és sok esetben fapapucsban járták az egész várost. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekből a lakótáborokból naponta ilyen kis munkabrigádokban, 10-15 fős, 20 fős munkabrigádokban dolgozni vitték őket különböző helyszínekre. A legtöbben romát takarítottak, ugye már a háború vége felé, de mindenféle helyeken, kisebb üzemekben dolgoztak. Reggel van, akiket nyitott platós kocsikon, van, akiket külön vagonokban, vagy tehát a villamosnak külön kocsiaiban szállították a munkahelyükre, majd onnan este vissza a lakótáborba. Jelen voltak a gyárakban, a munkába menet, a tömegközlekedési eszközöket használva, vagy napi kilométereket gyalogolva az utcákon a munkahelyük és a vonláger, tehát a lakótábor között, ahol mindenféle munkákat végeztek, többek között romát takarítottak. Mindezek ellenére nagyon kevés emléktábla található Bécsben a mai napig. Ez a saját térképünk a projektnek a honlapján. Ezek a kis oszlopocskák, azt a jelet használtuk az emléktábláknak a jelölésére. A legtöbb ilyen egykori, vagy olyan iskoláknak a falán található, amelyek ebben a történetben vonlágerként működtek, tehát a 44. júliusában érkeztek az első deportáltak Magyarországról, Bécsbe, és egykori iskolák, vagy akkor működő iskoláknak az osztálytermeiben helyezték el őket, mert a nyár volt, és nem, meg háború is volt, és nem volt oktatás. És ezeknek egy jelentős része ezeknek az iskoláknak a mai napig iskola. Ezért hát amióta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, egyre több ilyen iskola keres fel minket, hogy ők szeretnék a saját múltjukat, vagy az iskola történetét jobban feldolgozni és megérteni, és a gyerekekkel együtt feldolgozni. Holnap után fogunk menni például az Évával egy a Práter közelében levő iskolához, amelyik akkor is egy elemi iskola volt, tehát a háború alatt is, és ma is egy elemi iskola, tehát negyedikig tanulnak benne a gyerekek. Ez is egy olyan iskola volt, ahol magyar zsidó, főleg debreceni munkaszolgálatosok voltak, akiktől többektől van visszaemlékezésünk, leginkább a Jad Vasemben. Ugye jellemzően a Jad Vasemben a visszaemlékezők akkor gyerekek voltak, tehát 8 és 12-3-4 év közötti gyerekek, akik később a 90-es évektől kezdve a 2000-es évekig mondják el a visszaemlékezéseiket a Jad Vasemnek ebben az interjúkészítő projektjében. Egy ilyen iskolában keresett meg minket a történelemtanárnő, hogy ő az iskola nemrégiben új épületet kapott, de a régi szárny az még mindig megvan, csak már nem tanítanak benne. És ő ott valami egész más, ja, mert az iskolának az irattára az lent van a pincében, és ezért ő lement a pincébe, és ott pakolászott. És korabeli, tehát 44-ből származó iratokat talált arról, hogy ott kik éltek, mint zsidó, magyar zsidó munkaszolgálatosok, és ezzel keresett meg minket, hogy erről nem is tudott, és most ezt magyarázok meg neki, hogy mi történt ebben az iskolában. És így idén lesz egy
valami közös munkát tervezünk, amiben mi ugye adtunk neki olyan visszaemlékezéseket, amelyekben volt gyerekek emlékeznek arra, hogy ott, ott ők hogy éltek. Ő meg megosztja velünk ezeket a dokumentumokat, amiket talált, és ezt most csütörtökön fogjuk meglátogatni ezt a pincét, ahol ő ezt megtalálta. Ez a projekt, ahogy már említettem, 2014-ben indult azzal a céllal, hogy a 44-45-ös bécsi és Bécs környéki magyar zsidó kényszermunkások sorsát topográfiailag is bemutassa egy weboldalon és városi túrákon. Ez a honlap újra lokalizálja, dokumentálja és leírja azokat az egyes helyszíneket, ahol a kényszermunkásokat elhelyezték és dolgoztatták. A cél a magyar zsidó kényszermunkások élet és munkakörülményéről szóló ismeretek közvetítése és elmélyítése volt a további kutatások elősegítése érdekében. A honlap sikeres kezdeményezésnek tekinthető abban az értelemben, hogy számos megemlékezést segített elő. Legyen szó kerületi kezdeményezésekről, iskolai projektekről, podcastokról, vagy a túlélők hozzátartozóinak emlékére szervezett városi emléksétákról. A podcastok kapcsán szeretném még elmondani, hogy ez egy olyan példa, ami ez egy szintén egy tavalyi példa, az Anker Brot Fabrik, ami Bécsnek akkoriban a legnagyobb kenyérgyára, és ma is egy működő, az összes Anker pékség Bécsben az onnan hozza a kenyeret és egyéb termékeit. Az Anker Brot Fabrik, ez egy óriási gyárterület, itt is dolgoztak magyar zsidó kényszermunkások a háború idején, és ma számomra ismeretlen oknál fogva nem tudják kitölteni a rendelkezésükre álló teret, ezért bizonyos épületrészeket bérbeadnak. És bérbeadtak egy olyan keresztény kisgyülekezetnek, akik között osztrák és német volt nácik leszármazottai is vannak. És ők szerették volna feldolgozni, vagy feltárni, hogy amit ők kibéreltek maguknak imahelynek és ilyen közösségi helységnek, annak mi a története annak a helységnek, és így találtak meg minket, mert hogy a honlapon szerepel az Anker Brot Fabrik, mint az egyik olyan helyszín, ahol magyar zsidó munkaszolgálatosok dolgoztak. És sokszor találkoztunk és beszélgettünk velük, nekik is adtunk olyan visszaemlékezéseket, amiket találtunk a kutatásaink során, és így összeállt belőle nekik a kép nagyjából, hogy mi hogy éltek ott a magyar zsidó munkaszolgálatosok. Ami engem meglepett ebben a történetben, az volt, hogy mint sokadik találkozás után kiderült, őket igazából az egyrészt tényleg szembe akartak nézni a múlttal, meg ennek a helynek fel akarták dolgozni a történetét, de másrészt leginkább az izgatta őket, hogy abban a teremben, amit ők kibéreltek a saját céljaikra, meggyilkoltak-e valakit. Tehát ez egy kivégző hely volt a háború alatt, mert ha igen, akkor ők nem szeretnének ott imádkozni, és ezért 600 féle módon körbejárták, hogy miért tudjuk-e bizonyítani, hogy igen vagy nem, vagy mi történt ott. És aztán erről az egész kutatásról született egy podcast, amit ők készítettek, hogy kezdték el, és hogy dolgozták fel ennek a helynek a történetét. A projektünk tehát ebben az értelemben, hogy mennyiféle módon és kicsodák használják, és próbálnak belőle információkat szerezni a saját történetükhöz. Ebben az értelemben akkor azt is mondhatjuk, hogy ez nem csupán egy nem zsidók által készített virtuális zsidó világ, hanem egy valódi zsidó tér is. Másrészt be kell, hogy lássuk, hogy a holokauszt történetét nagyon nehéz a mainstream turisztikai attrakció keretébe integrálni. Mert utóbbi a kulturálisan beágyazott jelentései minden alternatív történetet elnyelnek. Értem itt ez alatt például azt, hogy a Schönbrunni kastély kertjében is dolgoztak magyar zsidó munkaszolgálatos gyerekek ráadásul, akik szintén egy szomszédos iskolai úgynevezett vonlágerből jártak át oda naponta kertészkedni. Tehát nekik elvben a 10 év feletti gyerekeket már dolgozni vitték a felnőttekkel együtt ilyen munkabrigádokba, 10 év alatti gyerekek viszont ott maradtak ezekben a vonlágerekben, és várták a visszatérőket minden nap, illetve bombatámadás esetén, ha egyes táborokban lemehettek az óvóhelyre, egyes táborokban meg nem mehettek le az óvóhelyekre. A Schönbrunn melletti lakótábornak kicsit más a története, ott ezeket a gyerekeket is időszakosan elvitték a kastélykertbe dolgozni.
tényleg leginkább kertészkedtek a kertben. És jó pár visszaemlékezés meséli el azt, hogy ott, még a sűrű bombázások előtt a helyiek sétáltatták a saját gyerekeiket. Tehát ez egy ilyen parkként működött akkor is, és sétálgattak ott helyi anyák a gyerekeikkel. Többször adtak a munkaszolgáltató zsidó gyerekeknek élelmet, viszont megkérdezték, hogy miért nincsenek iskolában. És mondták, hogy ott vannak, csak munkaszolgálatosként, és hogy ők magyar zsidók, akiket deportáltak. Ezt, tehát ma például, ha valaki rámegy mondjuk a Schönbrunnak a honlapjára, egy szó nincs arról, hogy a háború alatt magyar zsidó munkaszolgálatosokat dolgoztattak, nincs egy semmilyen emlékhely ennek, Schönbrunn az, ami a Bécsben a mai napig a leglátogatottabb turisztikai attrakció, millió keresik föl évente, a világörökség része, stb. A saját múltjából az, hogy ott bármi történt, azt kivéve, hogy bizonyos részeit lebombázták az ostrom, vagy hát a háború során, semmi nem található. Ebben a diskurzusban tehát, hogy a mainstream turisztikai attrakciókban nehéz beintegrálni a magyar zsidó munkaszolgáltatásoknak a történetét, ebben a diskurzusban a magyar zsidó kényszermunka története és maguk a kényszermunkások kizárólag a tökéletes idegenként jelenhetnek meg, és hát ez a mai napig így van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy jó tempóba haladunk, és a végén fogunk tudni esetleg kérdésekkel vagy kiegészítésekkel szolgálni. Köszönöm szépen Fraimovics Kinga előadását, és felkérem Jáger Amália tanárnőt, aki többször nyert már pályázatot is a diákjaival a Holokauszt Dokumentációs Központ és a Yad Vashem szervezésében, tehát ugyancsak a gyakorlatot fogja nekünk bemutatni, hogy hogyan lehet mindezt megvalósítani. Parancsolja mi. Köszönöm szépen a felkérést, ez nagyon megtisztelő számomra, hogy beszámolhatok munkámról, illetve azokról a projektnapokról, amelyeket az ünnepségek keretében szervezünk. Tavaly volt az első alkalom, hogy április 16-án egy picit más rendhagyó körülményeket teremtettünk a 11-es diákjaink számára. Volt már olyan projektnapunk szintén megünneplése október 23, ahol az egész iskolát vittük ki Felső csatárra, és ott a Pinka szurdokban, illetve a múzeumban zajlottak a programjaink. Állomásokon kellett átmenni a gyerekeknek, és természetesen 56 és az emigráció kérdését, fiatalok sorsát jártuk körül. A programom most valamit nagyon rosszul csináltam, elnézést. Kicsit megyek vissza, igen. A programom, amit itt megvalósítottam, erről beszélni fogok, ez a úgynevezett mesterprogramhoz is kapcsolódik. Nyilvánvalóan egy iskolában rengetegféle ünnepély van, amit pedagógus kollégák szerveznek, hiszen ott van a tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, nagyon fontos a 12. évfolyamosok számára a szalagavató ünnepély, talán az egyik legfontosabb, még néha fontosabbnak is tűnik, mint a ballagás. És ott vannak a nemzeti ünnepek, illetve az emléknapok, itt az emléknapok közül január 27, illetve április 16-ot emelném ki, amely a holokauszthoz kapcsolódik. Nyilvánvalóan az iskolában az utóbbiról esik bővebben szó, és az utóbbinak valamiféle méltó megünneplése, körüljárása, témakörüljárása zajlik.
mi miért fontos mindez számunkra, tolerancia, az összetartozás, a megemlékezés, a kritikus gondolkodás, hogy ez a magyar történetnek a része, ez nem idegen bolygón történtek mindezek a dolgok, tehát hogy ezeket a gyerekek valahogy jól átérezzék, és egyébként minden osztályban nyilván a gimnáziumi közösség egy kicsit más, mint mondjuk egy általános iskolás közösség, érettebb diákokról van szó, megfogalmazzák a gyerekek, hogy miért fontos erről beszélni, mert ha egy közösséggel történik valami egy országban, akkor gyakorlatilag bármelyik közösséggel lehet az vallási, nemzeti kisebbség történhet hasonló dolog. Tehát ezt ők nagyon ügyesen megfogalmazzák és látják, hogy miért fontosak ezek a dolgok számunkra. Az emléknap nagyon sokféle módon megvalósulhat. Van, amikor iskolamoziban nézünk közösen egy filmet, azt esetleg nagyon jó dolog, ha beszélgetés az alkotókkal követi, vagy nyilvánvalóan főleg a fiatalabb korosztály jobban igényli, hogy beszéljünk a filmről, annak a történelmi hátteréről, mert egy kilencedikes más ismeretekkel rendelkezik, mint mondjuk egy 12-es diák. Lehet az egy irodalmi műsor, és most egy teljesen új dolgot találtunk ki, találtam ki, ez pedig ez a helyszínen tanulás, ezt egy angol on-site learningnek szokták nagyon elegánsan mondani, ami tulajdonképpen egy projektnapot jelentett. A tavalyi tanévben úgy készítettük mindezt el, hogy az egész iskola megnézte az 1945 című filmet, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok kérdést vetett fel a diákokban. A 11-es diákok pedig eme bizonyos zsinagógai látogatáson és a szemtől szembe kiállítás felkeresésén vettek részt feladatokkal kiegészítve. Annyi a tapasztalatunk, hogy a 11-eseteket a következő tanévben nem visszük a moziba, hanem hogy több idő legyen a kiállítás és a zsinagóga és a feladatlapok megoldására. Tehát nekik egy picikét átszervezzük majd a programot. A program előzményeiről, hogy én ezt az úgynevezett mesterprogram keretében dolgoztam ki, mindenki jól hallott, azt gondolom, aki oktatásban dolgozik, hogy milyen fokozatok és milyen lehetőségek vannak egy pedagógus életében. Én, amikor itt a mesterprogram megvalósításán gondolkodtam, akkor egy olyan feladatlapban gondolkodtam, amely Szombathely ilyen a zsidó emlékeket, a zsidó életet akarja megmutatni, és itt is az volt a hangsúly, hogy bemutatni és megértetni a gyerekekkel azt, hogy mi az, ami elveszett, mi az, ami hiányzik a közösségnek az életéből. A tervezés egy komoly, hogy a tervet kell készíteni ilyenkor, és hát elkezdődött a 2020 és 2024 között megvalósuló mesterprogramnak a kidolgozása, rengeteg olvasás. Úgy számoltam is, mert hiszen mindig kellett erről beszámolott én, hogy hol tart az ember a program megvalósításában. Ez több mint 4000 oldal elolvasását, feldolgozását jelentette. Könyvek, természetesen print, tehát nyomtatott könyvek és internetes forrásokat is felhasználtam, hogy aztán kidolgozzam a feladatokat. És aztán az előzmények nyilván a diákok előzetes tudására is kell építeni, hiszen a NAT tantervez szerint általános iskolás és középiskolás diákok is ismerkednek a zsidó vallással, mint a három nagy világvallással. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ezekről is alapos információjuk legyen. Már itt egyébként egy feladatlap keretében ismerkedtünk a vallási szimbólumokkal, a fontosabb ünnepekkel, fontosabb bibliai történésekkel. Aztán a tananyagban esik szó a 18-19. Századi emancipációs mozgalmakról, különösen a magyar történelmet illetően, hogy mi minden történik, milyen nagyon fontos változások történnek például a dualizmus korában, a helyi zsidó közösség életében, és egyfajta aranykornak lehet ezt a dualizmust ugye a többi korszakhoz képest tekinteni. Aztán a 11-esek megismerkednek a jogfosztás folyamatával, eljutunk a II. Világháború holokauszt történetéhez, és a 12-es tananyagban pedig, mint a hidegháborús konfliktusok, szépen tudunk foglalkozni olyan kérdésekkel, hogy például arab-izraeli konfliktus, és ennek a kicsit a háttér történetét próbáljuk megismertetni, megértetni a gyerekekkel. Tehát ilyen előzetes ismeretek után vághattunk bele akkor a projektnapba. A projektnap két részből áll, tehát ezt érdemes azért több tanórát erre szánni.
ahol is fellátog, megkerestük a imatermet, a kicsi zsinagógát, hiszen a gyerekek azért arról is majd értesülnek, hogy itt más imatermek, zsinagógák is voltak szombathelyi zsidó közösség az ortodox és a neológ életében, hogy azokkal mi történt, azokról is tudtunk beszélni, illetve felkerestük a Szemtől Szemben kiállítást. Mind a két helyen volt a gyerekeknek előadás, így Spigler Tibor nagyon nagyszerű, és Mayer László nagyon nagyszerű előadását hallhatták, és ők már nyilván úgy is készültek egy kicsikét, hogy ismerték az én feladatlapomat, hogy azokról a dolgokról is legyen szó, hogy a gyerekek aztán ott azt szépen meg tudják oldani. És mutatnék akkor pár példát ezekből a feladatokból. Mindenhol volt több állomás, nyilván a zsinagógában inkább a vallási életre, életmódra helyeztem a hangsúlyt, azzal kapcsolatban voltak kérdések. A feladatlapot, amely egyébként nyomtatott formában a történelem tanítás egy online folyóirat legutóbbi számában is megjelent, tehát ott teljes terjedelmében megvan, illetve több feladat is van, mint amit itt most a projektnapon megvalósítottunk. Minden feladatot ugye kinyomtatva adtam a diákok kezébe, az most így egyszerű volt, hogy csoportokban tudnak dolgozni. Mindig volt egy rövid bevezető szöveg valamilyen új ismerettel, és akkor utána voltak feladatok, kérdések. Például a zsinagógával kapcsolatban, hol voltak zsinagógák szombathelyen, milyen, arra vonatkozott például a kérdés, hogy milyen funkciók vannak, és milyen különbségek vannak például egy ortodox és egy neológ zsinagóga között, és nyilván a zsinagógában azt megismerhették, hogy ez egy közösségi tér, itt a tanulás, a közösség élet, és az ima egyaránt fontos szerepet játszik. És akkor ehhez például az egyik feladat, amit terveztem, hogy vessék akkor egybe, hogy például az esküvő helyszíne, a bima elhelyezése, az hogyan történik meg, milyen más mondjuk egy ortodox zsinagógában, illetve egy neológ zsinagógában, vagy hogy például nők, férfiak elkülönülése hogyan történt. Meg ez is érdekes volt számukra, hogy amikor bementünk az imaterembe, akkor már rögtön úgy ültek le, hogy külön padsorba ültek a lányok, külön padsorba ültek a fiúk. Ez is ugye élmény volt számukra, mert hogy nagyon sok gyerek ilyet nem látott, vagy lehet, hogy nem is volt életében ilyen helyen. A következő feladat a jelképek rendszeréről szólt. Itt most nyilván nem másoltam be minden képet, de az volt a lényeg, hogy kis keresztrejtvény segítségével voltak kérdések, ott a jelképekre kérdeztem rá, majd aztán utána a jelképeket kellett a képekkel azonosítani. Csak megyek vissza. A képekkel azonosítani, tehát ez is egy érdekes feladat volt, hogy akkor felismerjék, hogy mi ez a Dávid csillag, milyen egy sófár, és ezeket a legfontosabb vallás életben használt, vagy a mindennapi életben használt jelképekkel megismerkedjenek. A következő feladat az ünnepekkel volt kapcsolatos. Ott is egy táblázatba kellett rendezniük, ugye megvoltak az ünnepek, voltak olyan felsorolások, hogy ünnepeknek a leírása azt kellett beazonosítani, ugye a leírás alapján megmondani, hogy melyik ünnepről van szó, illetve voltak még ott is jelképek, hogy milyen speciális étel vagy használati tárgy szokás kapcsolódik hozzá. És ez egy elég komplex feladat volt, azt gondolom, mert nagyon sok mindenre kellett figyelni, ügyesen elolvasni, értő olvasással elolvasni a leírásokat, aztán beazonosítani, hogy melyik ünnep leírását látják. Itt volt ugye egy példa arra, hogy nagyon rövid kis pármondatos, egy bekezdésnyi, két bekezdésnyi szövegek arról, hogy aztán ezt jól tudják ők alkalmazni. A zsinagógai feladatsorhoz terveztem még egy olyat, hogy az iskola élet, hogy a tanulás fontossága. Erről egyébként mindig is beszéltünk, hogy az írásolvasás tudománya a zsidó közösségekben sokkal nagyobb volt az írni-olvasni tudók aránya, mint egy keresztény közösségben az évszázadok folyamán. Miért volt fontos a tanulás, hogyan látta a közösség, és a szülők hogyan látták a tanulásban a felemelkedésnek, a társadalmi felemelkedésnek például a lehetőségét, miért fontos a Tóra és egyáltalán az Ószövetség tanulmányozása szempontjából, hogy megtanuljanak a fiatalok írni-olvasni, és hát a nők körében is sokkal magasabb volt az írni-olvasni tudóknak az aránya, erről számos emlék, például házassági levelek is tanúskodnak.
itt is voltak feladatok, ahol nyilván kép, tehát képeket is tettem be, hogy be kellett azonosítani, hogy hol volt az elemi iskola, hol volt az ortodox iskola, melyik épületben volt például a jesiva, amely még a II. Világháború után is egy rövid ideig, amíg az ortodox közösség végül nem hagyta el a várost, működni tudott. Majd a zsinagóga látogatás után az osztályok átvonultak a szemtől szembe, kiállítást tekintették meg egy tárlatvezetés segítségével, tehát ott kaptak nagyon fontos alapvető információkat, illetve szabadon járkálhattak, nézelődhettek, és megtekinthették azt a kiállítást, amely rengeteg fotót dolgozott, mutatott meg, és mutatta be a közösségnek az életét. És a legelső kérdés az az identitásra kérdezett rá, hogy ki vagyok én, hogy rajzolt meg a köröket, hogy te hogyan helyezed el magad a társadalomban, hogy én egy gyermek vagyok, én egy testvér vagyok, én egy tanuló vagyok, én fiú vagyok, lány vagyok, és a többit, és ugye hogyan jutunk el, hogy ki vagyok én, és itt idézeteket találtam II. Világháború idején kis fiatalok, Sárdi Mária, aki Kislány a pokolban című önéletrajzi visszaemlékezésében írja le a vele és az édesanyjával és az nagymamájával történteket, ott a szeme láttára haltak meg tulajdonképpen a vészkorszak idején a szerettei. Hogyan látta magát és hogyan gondolta? Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó idézet, amikor 1944 márciusában ezt írja a kislánya naplójában. Anyumás szabja varja a sárga csillagokat, nem értem az egészet. Én mindig magyar voltam, az is vagyok. Hát zsidónak lenni az nem egy vallás. Az egyik magyar zsidó, a másik katolikus vagy evangélikus. A másik kérdés akkor, amit nem értek, hogy akkor én mi vagyok. Zsidó vagyok, vagy magyar vagyok, vagy zsidó vallású magyar, és miért baj ez? Ugye már a fiatal tinédzser kislány ilyeneken gondolkodik, és nem ő volt az egyetlen, nagyon sok kortársa és visszaemlékező fogalmazott meg hasonlóakat. A Bajosan menj felettem kötetben Krausz György mondja azt, hogy ő mindig magyarnak tartotta magát vele, a holokauszt tanította meg, hogy zsidó. Ez egy nagyon, azt gondolom, nagyon fontos mondat volt, amit ő akkor az identitásáról és egyáltalán erről a vizsgálatról, hogy ki vagyok én, hova tartozom, miért történik ez velem, fogalmazott meg. Majd a másik következő feladat, egy kicsit ilyen játékosabb feladat, hogy tudok héberül, hiszen ez a nyelv tovább él. Eliezer ben Yehuda volt az, aki a 19. században kitalálta, hogy akkor egy modern nyelvet kell megalkotni, és azt mondta, hogy ha egy gyerek meg tud tanulni, hiszen ő olyan kísérletet végzett, hogy ott a gyerekével csak héberül beszélt, és nem engedte az idegenekkel beszélni, hogy direkt azért jól megtanuljon. És azt mondta, hogy az iskola, az oktatás és a közösség is meg fog tanulni, és ebből ki fog alakulni egy modern nyelv, hiszen nyilvánvalóan egy csomó új szót kellett alkotni, amely a bibliai időkben nem létezett, viszont a 19.-20. század a technikai vívmányok már megkövetelték. És akkor itt egy olyan feladatot terveztem, hogy voltak héberjidis kifejezések, és akkor, amiket minden nap használunk, csak az emberek nagy része valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ez milyen eredetű szó, hogy akkor ezeket párosítsák össze, és próbálják kitalálni akár az internet, akár a saját kútfejük alapján, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, ezek a kifejezések. Ez egy kicsit ilyen játékosabb feladat volt, de azt gondolom, hogy így lehet ezt is élvezni, és ebből is lehet nagyon sokat tanulni. A következő az étkezésről szólt, ahol olyan fontos, a következő feladat olyan fontos kifejezéseket tanultunk meg, hogy mi az, hogy tréfli és kóser, milyen az a kóservágás, milyen típusú ételeket fogyaszt, aki az ilyen típusú étrendet követi. És itt is egy kicsit játékosabb feladatot találtam, terveztem. A feladatnak a bevezetője az volt, hogy volt a két étterem, a kóser és a nem kóser ételt szolgáló, és a szélvész összezavarta az étlapokat, és segíteni kellett a kuktának, hogy megtalálja, hogy melyik étteremhez, melyik kifőzdéhez, melyik tartozik. Itt voltak ételek, voltak fotók, és akkor az ételeket egyrészt külön kellett válogatni, hogy melyik az, amelyik a kóserság szigorú szabályát követi, melyik az, amelyik bármilyen étteremben előfordulhat. És akkor hát én
gusztusos, nagyon gusztusos és finom ételek fotóját kerestem, meg például a Rosenstein vendéglő weblapján találtam nagyon-nagyon finom és nagyon jó ételeket. Hát ott az ember igen, nagyon szívesen megenné ezeket, azt hiszem bármikor. És akkor ez volt tehát ez a feladatnak ez a része, csak nyilván most itt nem az egész feladatot tudom így megmutatni, hanem csak felvillantani, hogy milyen típusúak voltak ezek. Ez is azt gondolom, hogy egy izgalmas és érdekes dolog lehet az emberek számára, mert az emberek azért mindig szeretnek enni, és szeretik a jó falatokat. Majd aztán a kiállítás történetéhez kapcsolódott a Sonnenfeldek nyomában, Sonnenfeld Pál és Miklós története. Az ő gyermekeik, unokahúguk a Jedvesemnek adományoztak nagyon komoly dokumentumgyűjteményt, amely az ő életüket, például a 44-es, 45-ös év eseményeit levelezés mutat, és annak, illetve az ott található dokumentumok segítségével igyekeztem egy nagyon rövid életrajzot összeállítani Sonnenfeld Pálról és Miklósról. Miklós, majd mindjárt látni fogjuk a sírját, ugye a Bercsényi utcai temetőben van, ő fiatalon halt meg 1951-ben, amikor is a munkaszolgálatban szerzett betegség volt az, ami az ő halálát okozta, és ugye azért van a hárfa, a hangszer, mert hogy ő a zeneművészeti akkor még főiskolán tanult, fuvolista volt, és az interneten is nagyon sok olyan új, tehát több újságbejegyzést, illetve az Omike művészakcióban találtam olyan adatokat, ahol ő fellépett, hogy tehát konkrétan tudjuk, hogy 1942-ben melyik napon volt az, amikor a zsidó művészek számára szerveztek olyan akciókat, hogy ők ott felléphettek, azért valamiféle pénzt kaptak. Vagy találtam például egy pápai újságban egy olyan rövid kis hírt, ahol purimi ünnepségen szerepelt ő, és név szerint megemlítették. Tehát az életkor alapján be lehetett lőni, hogy ez biztos, hogy az a Sonnenfeld Miklós lesz, aki ott pápán 1937-ben egy purimi ünnepségen például ott a közönséget szórakoztatta. A testvére Pál, mind a ketten munkaszolgálatosok voltak, tehát erről konkrét dokumentumaink vannak, hogy hol, mennyi ideig voltak munkaszolgálatban. Pál például nagyon messze a Urál-hegység közelében volt, tehát nagyon-nagyon messze volt munkaszolgálatban, és Pál aztán a családjával 1956-ban az emigrációt választotta, ők Ausztráliában telepedtek le, és megtaláltam az iskolámban, ahogy a Nagy Lajos Gimnáziumban tanítok Szombathelyen. A Nagy Lajos Gimnázium is előzményének tekinti a Faludi Ferenc Gimnázium 5 iskolát, és számos tablót kiállítottak. Van, ahol már csak a névsort tudták rekonstruálni, vagy a névsor maradt, meg ott látjuk, hogy ez a Sonnenfeld Pál nevét, aki 1927-28-as tanévben érettségizett. A testvére öcse Miklós tablója az jobban megvan, ott itt kinagyítottam az ő fotóját. 8 évvel, 9 évvel később tett érettségi vizsgát az iskolánkban. Tehát, hogy még ilyen emlékeket is ott föl lehet kutatni, ez úgy teljesen véletlenül egyszer úgy mentem a folyosón, és akkor úgy végigbogaráztam, hogy ki mindenki található ezeken, és akkor ott találtam teljesen véletlenül erre. Tehát itt még ugye fotó is van számunkra. És akkor hát ez volt egy, ugye, mert hogy az onnan jött az ötlet, hogy az ő képük is, illetve az édesapjuk képe, Sonnenfeld Ferenc képe és Pál képe is ott van a szemtől szembe kiállításon, és akkor ahhoz kapcsolódóan is voltak kérdések, hogy például volt a numerus clausus, de Miklós miért járhatott felsőoktatásban, mert hogy a főiskolákra az nem vonatkozott, hanem az egyetemi oktatásra vonatkozott, tehát ilyen apró információk is fontosak voltak még, hogy a feladatokat meg tudják oldani a diákok. És azt gondolom, hogy ha így személyessé tesszük, így konkrét élettörténeteket mutatunk be a gyerekeknek, akkor úgy sokkal közelebb van hozzájuk, hogy látnak egy családot, hogy mi történik. A szüleik ugye Auschwitzban haltak meg, a két fiú
túlélte a munkaszolgálatot, és akkor ott próbáltak új életet kezdeni, és nagyon szépek voltak, meghatóak voltak azok a levelek, amiket ők váltottak, amikor a háború volt, illetve amikor a szülők még ott tudtak a gettóból levelet küldeni a fiúknak, hogy elhelyezték, tehát olyanokat leírnak, hogy elhelyezték a fuvoláját a zeneiskolában, és nagyon bíznak abban, hogy egyszer majd játszhat, és hogy nagyon sokan az ő tehetségében gyönyörködni fognak. Az utolsó állomás pedig arról szólt, hogy női szerepek, női sorsok, és a Szemtől Szembe kiállításhoz készült katalógus alapján választottam női életsorsokat, egy rövid összegzést adtam, és akkor meg kellett keresni a diákoknak, hogy kikről is beszélünk. Akit most itt választottam, az azért is érdekes, mert édesanyámnak volt az osztályfőnöke Szemző Magda annak idején, és hát anyukám ugye 72 éve érettségizett, tehát nemrég volt 90 éves, az 1952-ben érettségizett a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, egyébként ott van a tablója, mindig más helyen, de megvan a tablójuk, és ugye 44-től 52-ig járt gimnáziumban, és neki megvan az a kép, amikor visszajön ő, és örömkönnyekben törnek ki a diákok, ő akkor még nem tudta, hogy kiről van szó, amikor visszatért a diákok közé ott 1945-ben, és akkor úgy alakult, hogy az osztályfőnöke volt, tehát ő volt az, aki az érettségi vizsgára kísérte az osztályát, tehát ezek még ilyen külön ilyen személyes emlékek is számunkra. És hát ez volt akkor egy kicsit ilyen más módon, és azt gondolom, hogy a mai diákok számára nagyon fontos az, hogy más módon, hogy kimerjünk mozdulni az osztályteremből, és más módon tartsunk meg emlékezést. Most hasonló projektre készülök itt a 12 pont szellemében a március 15-e megünneplésére, úgyhogy ott is már megvannak az ötletek, hogy mit, hogyan másként, és remélem, hogy ez is majd sok örömet okoz. Nekem biztos, amikor készítem, de azok is, akik részt vesznek abban a munkában és azokban a feladatokban. És köszönöm mindenkinek a figyelmét. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én látom már, hogy hányféle oldalról közelítjük meg a témát, és ezt majd jó lesz a végén összefoglalni és kicserélni a tapasztalatokat. Köszönjük, Amália, és most a helyi erő, egyébként a Szemző család, az ugye kőszegi, a Szemző Magda, tehát ilyen vonatkozása is van. És most jön a kis Csaba tanár úr, aki Kőszeget képviseli, és a Zárdát, tehát az iskoláját, és aki ugyancsak talán kőszegi temetőből írtad a szakdolgozatodat annak idején, tehát régi-régi ismerősök vagyunk, és most nagyon büszkén és kíváncsian várom az előadásodat. Parancsolj! Egy pillanat, összerakom magam, mert hoztam dolgokat. Nagyon jó. Én állni fogok. Megszoktam, igen. Tehát így érzem komfortosnak. Na, akkor onnan kezdeném a dolgot. Érdekes, hogy mennyire jól tudok kapcsolódni. Én vagyok az utolsó ember, a legnehezebb feladat, már a kemény mag maradt csak itt, és megpróbálom mégis valahogy érdekessé tenni a jelenlétemet, és lehetőleg olyan dolgokat mondani, ami érdekes lesz önök számára. Viszont nagyon jól tudok kapcsolódni az előzőekhez. Említetted, vagy említette az emlékezett kultúra kifejezést. És egy kicsit én ebből az irányból közelíteném meg, hogy Kőszegen ez hogyan alakul, hogyan van jelen most a városunkban, mi az, ami átmegy, és mi az, aminek még át kell mennie, hogy ezen dolgoznunk kell. A másik, hogy tegnap este, nagyon kevesen voltunk itt sajnos, de egy nagyon jó beszélgetésnek, vitának, eszmecserének lehettünk tanúi, és ott egy nagyon jó hasonlat hangzott el arról, hogy a történelmet kutatók, azok néha beleesnek abba a problematikába, hogy van az erdő, van a globálisan
figyelt, átnézett történelem, és azon belül vannak a fák. És hogy a fától gyakran nem látjuk az erdőt, illetve fordítva, hogy csak az erdőt látjuk, és nem vesszük észre a fát. És Kőszeg egy, ebben a kontextusban nézve egy nagyon érdekes helyzet. Mert én nem vagyok történész, én történelem tanár vagyok. Az én feladatom az, hogy a történészek által kikutatott dolgokat megpróbáljam a diákok számára továbbadni. Ehhez képest mégis itt látható egy könyv, és egy olyan helyzetbe kerültem, amiben nem kellett volna nekem kerülni, tehát nekem nem a kutatás lett volna a feladatom, nem ezzel kellett volna feltétlenül foglalkozni, mert helytörténésznek sem érzem magam. Egyszerűen az a helyzet állt elő, hogy ahogy az ember szemlélte az erdőt, közelebb lépett, és kezdett rájönni, hogy az a fa, mármint Kőszeg történelme a korszakba, az nagyon problematikus. Rengeteg aspektusa van a kérdésnek, és hát értettem, hogy sokan nem mertek ehhez hozzányúlni. Tehát én viszont valamilyen szinten igen, és valami sikerült belőle. Én azt mondom, hogy ebből ki lehet indulni, ezt majd még tovább lehet építeni, vitára ad lehetőséget, tehát sok minden ott van a kőszegi események mögött. És egy kicsit visszaugranék az időbe. 2004. A kép 2004-ben készült, érdekes módon 20 évvel ezelőtt, tehát megnéztem a diát, 2004. szeptemberében jártam én itt a zsinagógába, először és sokáig utoljára. Véletlenül jutottam be, és csináltam néhány fotót, döbbenve tapasztaltam, hogy milyen állapotok uralkodnak, ugyanakkor meg döbbenten tapasztaltam azt, hogy mégis valami megvan. Tehát van fogódzó, ott mögöttem, ott látható a zsidóság emléke, tehát érdemes lenne sok mindent megmenteni. És még egy érdekes dolgot mutatnék, hogy akkor azon a helyen, ahol most a tábla áll, itt, ahogy sétálgattam, összegyűrve, összehajtogatva találtam ezt a munkaszolgálatosokra vonatkozó kitűzőt. Persze, szívesen körbeadom, ezt a tanárnőnek adnám, mert kezdjük vele. De innen indul a történet. Aztán majd még mesélek sok minden mást. A másik mű, amire utalnék, és ez is szóba került tegnap Székely Apát plébánosunk, aki hát Kőszegnek a krónikása volt. Egy olyan korszakot élt meg, élt át, 38-tól 52-ig itt Kőszegen, gyakorlatilag minden ízében, fordulatokkal, cezúrával, újrakezdéssel terhes volt. Tehát amit ő gyakorlatilag naplóként leírt, az méltán vált krónikává, ugyan egy személyes szemszög, de mégiscsak egy olyan személytől származik, amelyik próbált az objektivitásra törekedni, tehát egy nagyszerű forrása a korszaknak, emberközpontú módon leírva. Tehát egy kicsit a fát látom ő benne. És hát utalnék olyanra, hogy az emlékezet kultúrának azért voltak nagyon durva megbicsaklásai Kőszegen. 2003. Elképesztő, hogy Kőszegen megszülethetett egy ilyen kiállítás. Én láttam, ahogy ott végigmentem a termeken, fogalmam se volt, hogy mi történik itt, hol vagyunk, mit akar. Egyszerűen döbbenet volt Bakai Kornélnak a kiállítását végignézni, és hát ami történt utána, nem véletlenül történt. Tehát az emlékezet kultúrához ez is hozzátartozik, hogy ilyen eset is volt Kőszegen.
És az emlékezet kultúra másik aspektusára is utalnék, hogy a minden évben megemlékezés van a téglagyárnál, kint a Városi Téglagyár területén felállított holokauszt emlékműnél. Ez 1985-től indult Bács Pálnak köszönhető, aki a holokauszt túlélője volt. Itt állították fel az emlékművet. Nem a legjobb helyen van, de legalább ott van egy emlékmű, majd erre még kitérek. De érdekes a dologban és a megemlékezésben, itt mindig én diákokkal részt veszek, most már több mint 15 éve itt vagyunk folyamatosan, mindig kiviszem őket, hogy személyesebben tapasztalhassák. Volt egy idő, amikor még túlélőt is, élő zsidót is láttak a gyerekek. Tehát ezt itt szóba került, ez egy különlegesség, mert egyszerűen nem tudnak mit kezdeni magával a fogalommal sem. Hogy jé, ő zsidó. De hát ugyanúgy néz ki. Tehát körülbelül így viselkednek adott esetben. És a Szent Korona megemlékezés. Egy teljesen más helyzet, egy teljesen más kontextus, de ugyanaz. Tegnap szóba került, hogy a történelmet szemléljük az időben. Abból kiragadunk egy időpillanatot, de fontos, hogy megnézzük az előzményeket, az utóhatását. De kőszeg attól is érdekes, hogy itt viszont egy térben gyakorlatilag teljesen más történetek zajlanak, és teljesen más módon emlékeznek. Szinte ugyanabban az időpillanatban, március végén megemlékezés van a Szent Koronáról, hogy itt járt Kőszegen. Teljesen más módon, hévvel, nemzeti hozzáállással, etc. És mellette ugye az előző képen mutattam, pedig megemlékezés van a tömegsírok közelében is. És hogy a kettő között nincs kapcsolat. Pedig ugyanakkor ugyanaz a történet zajlik két helyen. Ugyanúgy átélt történelem. És a Szent Korona őrző helyéről gyakorlatilag oda látni arra a területre, a Gubahegyre, ahol akkor, amikor a Szent Koronát menekítették nyugatra, az aljasabbnál aljasabb dolgok történtek. És a két esemény, meg kétféle megemlékezés annyira elválik egymástól, hogy ezt az ember néha tényleg döbbenettel tapasztalja, és akkor ezt még árnyalja valami Kőszegen. A buszmegálló, így hívják ma is, hogy hősi emlékmű, ahol megáll a busz Kőszegen. Tehát a szovjet hősi emlékmű, amit felállítottak 1985-ben. 85-ben itt felállítják a új szovjet hősi emlékművet, a holokauszt emlékműt a elkerülő út mellett ugyanakkor. Döbbenetesen érdekes, hogy semmiféle kommunista jelkép nincs rajta. A tanulóim kivétel nélkül azt gondolják, hogy egy angyal van a tetején. Holott ő a győzelem istennője, Niké. Nem kellett átalakítani. Ez úgy, ahogy van, tokkal vonóval maradhat ott, és maradnia is kell, sajnos, mert hogy itt 139 szovjet katona el van temetve. Ez sír. Ott a belvárosban. Tehát ez nem csak egyszerűen egy emlékmű, hanem sírhely. Tehát ezt felszámolni nem olyan egyszerű lenne. Ott van, velünk él ez is. Tehát már három emlékhely, és gyakorlatilag háromféle olvasata ugyanannak a történelmi helyzetnek, eseménysornak, amit a város átélt egyszerre, egy időben, egy időpillanatban. Igen, és ugye több helyen említésre kerültek a botlatókövek. Ugye Kőszegen szerencsére van botlatókő Bas Rezső háza előtt, ahol élt ő akkor, ahonnan őket deportálták. Van emlékhely, meg van jelölve a gettó helye, van megemlékezés, tehát van séta, tehát
úgy érzem, hogy ebből a szempontból egyre jobb a helyzet, és ha találkozok másnap, vagy később, vagy egyáltalán emberekkel, hogy miről is van szó, akkor van miről beszélni, van ami átmenjen, tehát amit kezdenek megérteni. Annak ellenére, hogy ott sétálnak el napi szinten, adott esetben észre se veszik. A diákjaim se. Nem tudják, hogy ott az Árpád téren ott van a botlatókő. Egyszerűen átlépnek fölötte, vagy elmennek mellette. Ugye van emlékmű az innen elszállítottaknak az izraelita temetőben, de ez gyakorlatilag olyan, mintha nem létezne. Erről senki nem tud, Kőszegen szinte. Mert annyira elzárt helyen van, ott került felállításra, hogy ez mintha nem is létezne, ez az emlékmű. És itt most egy kicsit belépek én, hogy véletlenül, vagy nem véletlenül, nem tudom, de kiderült számomra, hogy amikor a Gyesev átalakította a kőszegi vasútállomást, akkor felszedték ugye a régi sineket. És visszalépek egy kicsit, itt lehet látni azokat a sineket, itt áll a vagon, amelyek ott maradtak. Tehát ezeket nem használták napi szinten. Amit napi szinten használtak Kőszeg-Szombathely között, azokat később kicserélték az 50-es években, illetve utána. Ezek viszont ott maradtak. És véletlenül, ahogy bogaráztam, mert miért is, kiderült, hogy ezeket 1940-ben fektették le. Tehát ezek a sinek, azok a sinek, amelyekre azok a vagonok megálltak. Most én azóta próbáltam a Gyesevvel felvenni a kapcsolatot, hogy ezeket ne tüntessék el. Ezekkel a sinekkel kellene valamit kezdeni. Mert gyakorlatilag itt van. Tehát az emlékezet lehetősége. Bármilyen módon. Vagy ott a vasútállomáson, nem tudom. Nekem volt ötletem, hogy ide kerüljön a zsinagógába, de ezt mások úgy gondolták, hogy ne így legyen. De már szóba került, hogy esetleg a gettó előtti területre is kerülhetne valami, vagy nem tudom, de az nagyon fontos lenne, és akinek van bárhol bármilyen ráhatása, bármilyen irányba, ne tűnjenek onnan el. Amíg ott vannak, legalább megvannak. Aztán valami történjék. És ugye a másik eset, hogy Kőszeg attól is különleges, hogy nálunk a holokauszt kétszer történik meg. Ezt sem nagyon tudják, hogy ugye a kőszegi zsidóságot a vidéki zsidósággal egyetemben deportálják. De a háború végén, 44-től, viszont Budapestről hoznak ide, akiket itt dolgoztatják. Gyakorlatilag a birodalmi védőállást kellett nekik a helyi lakossággal egyetembe építeni. Tehát ez volt a legborzasztóbb. Igazából ez az, amiről megemlékezünk, a város szélén felállított emlékműnél is. Itt történtek igazán a borzalmak, hogy itt táborokat alakítottak ki ezért. Tehát ezt is állandóan újra és újra tudatosítani kell, hogy a két dolog az két különböző esemény sor, ami itt történt a városunkban. És megvannak még azok a tankcsapda árkok, amelyeket akkor létrehoztak. És hát többé-kevésbé megvannak a helyszínek is, ahol őket elszállásoltak, ugye a sörgyárat azt felrobbantották, illetve eltűnt azóta már az a barak a városi téglagyárban, amit erre a célra használtak, és egy emléktábla is volt rajta. Hát ott felszámolták. Nem tudom az emléktábla is, hogy hová került. Néhány éve döbbenten tapasztaltam egy megemlékezésnél, hogy már nincs ott a barak épülete. Tehát átalakulnak bizonyos esetben. És hát itt lép alakul úgy a helyzet, ugye, hogy Kőszeg esetében megtörténik a 47-ben az exhumálás, és az itt elhantolt szerencsétleneket ugye Budapestre szállítják, ahol egy díszsír helyet alakítanak ki nekik. És itt kezdődik az egész történet, amiből a könyv lett, hogy mindenki úgy hitte, hogy ez az exhumálás, ez teljes volt. És hát nem, mert 2004-ben
tanárom, általános iskolai tanárom volt, és utána kollégám Horváth Ferenccel, az ő útmutatása alapján elkezdtünk dolgozni. Én voltam a katalizátor igazából, aki hajtotta, hogy igen, menjünk ki, Feri bácsi, mert más bizonyíték nem lehet, mondhatjuk akárhogy, akárkinek, mindenki lesöpör minket az asztalról. Tehát illegálisan feltárjuk a területet, és akkor bebizonyítjuk, hogy tényleg ott maradtak, ott hagyták a szerencsétleneket a tömegsírba. Egy részét, mert egyszerűen képtelenség volt a feladatot végrehajtani a megadott időre. Ugye április 3-ára be kellett fejezni, mert 4-én már a szovjetek ünnepelnek. 47. És hát 2008-ban megtörtént a hivatalos feltárás is, ami bizonyította, hogy tényleg tömegsír van a területen, és tényleg ott van a tömegsír. Ők egyébként, igen, bocsánat, visszahelyezték azokat a maradványokat, amelyeket mi annak idején 2004-ben kiástunk. Tehát ez is pont 20 éve történt. És hát a terület az azóta is hasonlóan néz ki. Tehát itt igazából nem történt semmi. Én nekem ide is voltak ötleteim, volt, aki azt mondta rá, hogy igen, vagy valami történjék. Igazából amit én így személyesen szeretnék, hogy a terület jellege maradjon meg, tehát ahonnan feltárták a halottakat. Tehát igazából azért lehetett évtizedek múlva is megtalálni a helyet, mert még arra sem vették a fáradtságot, hogy visszatemessék a tömegsírokat. Tehát úgy hagyták. És így megvannak azok a gödrök, ahonnan kiemelték a halottakat. És ami segít minimálisan legalább, tehát van előrelépés itt is, tehát kikerült egy tábla, amit az aljárót, aki ott gyakorlatilag teljesen a dzsungelbe sétálgat, legalább arról tájékoztatja, hogy ott mi van. Tehát én néhány emberrel beszéltem, néhány ember, akit érdeklődött, kiment maga is, megkereste, megnézte, döbbenten látta, tehát meg lehet találni most legalább. Én is a diákokat kiszoktam vinni, és akkor ott a helyszínen élőben beszélek arról, hogy mi történt ott, azon a területen. És hát Csepeli Györgynek volt egy kezdeményezése, hogy több településen is megnézte, hogy az emlékezet kultúra hogy is áll különböző nemzedékeknél. 2022 nyarán volt Kőszegen is egy ilyen felvétel, ahol fiataloktól idősebbeken keresztül beszélgettünk arról, hogy ki és hogyan éli meg ezt a korszakot, amiből készült egy film. És ezért lenne fontos ez az utolsó kép, a záró képem, hogy ne ebbe az irányba mozduljunk el, mert itt van. Tehát jelen van a szálasi bunker is, és a szálasi bunkernél időről időre megjelennek megemlékezők. Másképp, hasonlóan, ahogy az elején mutatott Bakai féle esemény. És ez az én és a mi felelősségünk, hogy ezek a dolgok helyére kerüljenek, hogy a jövő fiatalsága az lehetőleg ne itt akarjon megemlékezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát igen, néhány évvel ezelőtt megjelent egy kőszegi tanár a tanszéken, és mutatott nekem fotókat, hogy tanárnő, ezek a Gubahegyen elásott zsidó emberek lábszárcsontja, és már a kutyák kaparják ki. Hát ő volt a kis Csaba. Szita Szabolcsal együtt több évtizeden keresztül próbálkoztunk azon, hogy valahogy jelöljék meg. Hát most eddig eljutottunk, 20 év után, több mint 20 év után, ez is valami, kicsi lépésekből lesznek majd a nagy menetelések. Köszönjük szépen a Csaba előadását is, és mindenkiét.